most már azért is. Csó. Most előbb már elkezdtük, akik itt voltak, ugye. Befejeztem és töröltem, mert nekem elment a kép. Aztán most azért is leteztem, most komolyan nem mehetek ki az erkélyig? Konkrét, hogy azt írja, hogy 0 néző és 6 like. Na, nincs ez még kiforva. Kedves YouTube. De legalább most látom magam. Na, kérem szépen. Hoztam témát, hisz ez a dolgom. Előbb már majdnem elkezdtem, csak ott még eleinte fogat mostam, vagy mi a franc. Persze, hogy megint az az ürügy, hogy menjen addig valami, hogy keményen várunk a Sony Vegasra. Kint teszteltem a szélzaj, meg az új botot rezgés csillapítóval. Na kérem szépen a mostani témám. Komoly téma lesz. Ez a mennyire vagy más a való életben, mint a YouTube-on. Én ezt neked nagyon egyszerűen elmondom. Szinte hót. Én, mikor tegnap csináltattam a személyt, visszafele beszélgettem egy emberké. Megállított, hogy szia, Hörgé. Tudjátok, ez hogy van? Néha Instagramra is nyomok képet, mikor valakivel találkozunk, elkérem az engedélyét, hogy kirakhatom-e vagy nem, mindig mondom neki, hogy de figyelj, még ha azt mondja, hogy igen, akkor is mondom neki, hogy de nagyon sok a hülye, majd ott lenokedliznek, vagy kicsúfolnak, hogy rosszul a fogad, vagy a hajad. És mikor már nagyon mondja, hogy de biztos, akkor kikerül az Instagramra, és ezáltal a Facebook oldalra is. Na de, az a lényeg, hogy mi dumálgattunk, most egy olyan emberről van szó, aki azt mondta, hogy inkább hagyjuk. Innentől kezdve még hazudhatok is mi, hogy találkoztam valakivel, mert nincs fent a neten. Nem sokat, egy 20 percet dumáltunk. Hát mégis tőle ez az elkísérlek. És amikbe belekérdezett, és én amiket válaszoltam, így az jött le neki, hogy akkor tényleg van egy kis rájátszás így a YouTube-on, meg ez a showmanség, meg ilyesmi. És igen, van. Nem szabad azt állítani, hogy valakit ismersz, hogy a YouTube-on miket csinál. Szóval senki nem lehet olyan hülye, aki azt hiszi mondjuk Szupi Mesterrel, hogy egész nap ül a webkamera előtt, meg oda belóg az a szürke mikrofon. Ugye? Mert hülyeség. Mindig van egy kis rájátszás, mindig van egy kis mórikálás, ugye, hogy szórakoztatóbb legyen. Csúnyán mondva sokszor hazudok. Mert az vicces. Hát most, aki ismer, az utána küldi a röhögést, hogy de hülye vagy, jaj, lol! Mit tudom én, tesom, vagy fémkastély, vagy akivel többet dumálok, azok észreveszik, hogy azért az de hülyeség volt, amit ott mondtál. Hát meg ez nem titok, ez ki van írva, bazd meg a izémre. A csatornámnak a névjegyzékébe, vagy mi a faszom az. Névjegy. Ja, ne vegyél semmit komolyan, és akkor jól fogod érezni magad, ellenkező esetben rosszul. És ugye én sokszor, hogy ne másokról beszéljünk, ugye megkapom ezt, hogy te ilyen vagy, meg olyan, meg amolyan, és akkor rákérdezek, hogy én nem emlékszem, hogy beszélgettünk volna valaha is, meg azt sem tudom, ki vagy. Akkor honnan tudod?
dobálja a linkeket. De mondom, ez egy videó, bazd meg. Nem együtt éltünk azért 10 évig barátként. Egy videót linkeltél, öcsém. Ez olyan, mintha felkeresem a Pókember egy című film főszereplőjét, hogy na, bász a fára, mert, vagy falra, mert mindjárt lelőlek. És azt így lelőved, de miért nem másztál fel? Hát a videóban, a filmben úgy volt, hogy így elmenekülsz meg póköztön. Azt ott haldokolva mondanál, hogy te hülye vagy, bazd meg. Szóval itt szerintem az összes kibaszott youtuber társam nevében beszélhetek, hogy azért nem szabad ítélkezni videókból. Jó, vannak az a határeset. Tudod, ez azt már azért nem tudod elképzelni, hogy mit tudom én, befejezi a Molnár Krisztián a bebaszós live-ot, ahol a seggét mutatja, és amint kikapcsolja a kamerát, felöltözik nyakkendőbe, meg öltönybe, felveszi a diplomatatáskát, és kiderül, hogy ő ügyvéd, és elmegy, és akkor igen, a következő eset, oké. És amikor hazamegy, akkor meg megint direkt olyan. Vannak azok az esetek, amikor úgy nehéz elképzelni, de még én ezt is el tudom. Mert nem vagyok hülye. De azért egy emberen azért meglátszik. Szóval szerintem ő nem ügyvéd. Maradjunk ennyibe. És múltkor megint Rainbow Six Live-ba, mert ott nagyon sok téma jön elő, jött elő az a téma, hogy egy kicsit már unom ezt a Hörbi karaktert, hogy kitalálni egy újat, de mivel fel van rá épülve egy szisztéma, ugye, hogy mi is az a Hörbi, ez a lefelmászkál, sör, meg kutya, meg már minden kapcsolódik hozzá, a nevet magát hülyeség megváltoztatni, esetleg új tényeket kitalálni. Mit tudom én? Túri Tamásnál látunk ilyen GoPro-s kameraváltásokat, itt van a kamera, én bejövök, azt akkor hú, és akkor lerakom a sícuccokat. Kurva jó, voltunk sielni, meg ez. És ki lehet ilyen videókba találni ilyen dolgokat, úgymond ilyen reality show, de hozzáteszel nagyon sokat, mert amúgy az unalmas lenne, hogy hát az én életem az, hogy tegnap felkeltem, aztán rám írtak, hogy lesz-e Cségó, meg GTA. Tudom, ez a... Szóval én nem is tudom elképzelni, hogy valaki bazd meg egy videós valamiről csinál videó, vagy mesél valamiről, és akkor aláírják, hogy tényleg, és az hogy, és utána hogy volt, vagyis el tudom képzelni, mert egy könyvbe is beleéli magát az ember, meg fúhagyjuk mindenbe. De hogy valaki annyira komolyan veszi, hogy ott elkezd így beszélgetni róla, hogy most komolyan megérzi, és akkor látja még azt is, hogy a videós, meg annak a barátjai, mert egy videós barátait azért úgy ismerjük, én is tudom, hogy mit tudom én. Szupimesternek kik a haverjai, azok már ott XD-znek, és én még továbbra égessem magam, hogy tegnap tényleg megetted a kakidat. Mert a videós azt mondta a videóban. És ugye ez a, amikor rajtad röhögnek, te meg azt hiszed, hogy te röhögsz a videóson. És hogy ez a, atya úristen, ez az ember. Ugye a legjobb példa ez a... Tegnap előtt este kiírtam, hogy abba hagyom a videózást, azt jött egy csomó komment, hogy hál' Istennek, meg hogy jaj, ne. A következő komment az volt, hogy mára. Meg külön írva, hogy hát ha a zenekar jut eszükbe, és még a képet is kiraktam az abba zenekarról, mert az abba hagyja az egy szó. Szóval érted, mindig van ez a viccelni az ember, az komolyan veszik. Mert a full igazság az, ami nincs fenneten, az meg se történt, vagy mi ez a mondás. De pont, hogy anélkül történik sok minden. És az ember már pont ezért inkább átalakítja, hogy ha valamibe belekötnek, akkor már inkább olyanba, ami meg se történt. Érted? Most én feljövök, és az történt mondjuk lent, hogy ráléptem egy néninek a lábára, mert a kutyára figyeltem, neki az a lába nagyon rossz volt, összeesett, segíteni próbáltam neki, de kijöttek a mentők, meg minden, meg bajba kerültem.
belül meg van az az érzés, hogy valami történt, és mesélgetni kéne, mert vlogger vagyok. És mikor feljövök, bekapcsolom a kamerát, erről mégse kéne beszélni, mert belekötnek, és akkor elkezdem azt, hogy ma vettem egy digitális órát, az visszafele számolt, és a többi. Szóval érted? Vagy félig meséli el az ember azt, ami tényleg történt, aztán hozzátesz dolgokat, hogy azért izgalmas legyen, ne csak annyi, amit elved belőle, az még kevesebb, és akkor csak annyi, hogy ma láttam egy nénit. A vége csak ennyi lenne, hogy ma láttam egy nénit. Hát persze, hogy egy minden néző ezt csinálná. És akkor látom ezt másoknál, öcsém, hogy mondja, és még a végén vagy kacsint, a mondat végén, vagy XD-t nyom az arcába, ugye ez a csapok egy smiley-t a pofámmal, ez a... tegnap ráléptem a nénire. Mesél tovább. Hát ott volt a... És akkor igen, meg még akik kivágják azt a jelenetet, azt a feltöltik úgy más névvel. Nézd ezt a kecit. Ugye anno Good Like emiatt bajba kell, úgy lett ismert az Alekszovics, nem? Good Like mesélte, hogy beleültette a húgyba a nénit a buszon, meg ilyesmi, kicsit túlzott, kicsit viccelt, kicsit hazudott, kicsit témázott, kicsit kitalált történet. A regényírók bazd meg ebből élnek, hogy kalambó se létezik, ugye? Nem tud megkeresni, hogy tényleg szivarozol, tényleg műszemedben mindig hátra nézel, meg ilyesmi, meg azt így nézni, hogy te miről beszélsz, az egy sorozat. És ő is bajba került, hogy mindenki betámadta anno, pedig azt hitte, hogy vicces lesz, mert végre, nem az, hogy végre van miről mesélnem, hanem végre kitaláltam valamit, amiről talán ezért jöhetnek ilyen dumájuk meg dolgok, ami egy kicsit úgy összehozza a közösséget, hogy na, ez jó téma, értjük a magját, és azt kivesézzük, de azért nem fogunk arra mutatni, hogy ez veled történt meg. De ha úgy ül le, hogy kitaláltam ma egy történetet, egy szó se igaz. Mentem ma a buszon, már az se igaz, hogy a buszon volt, és akkor én bepisáltam az ülésre, vagy valaki más haverom, és akkor jött egy néni, hogy adjátok át a helyet, azt nyugodtan, azt beleültettük a húgyba, ha-ha-ha, de ez nem igaz, most csak így mondom. Akkor meg pont az jönne le a nézőnek, hogy persze, csak azért mondod, hogy nem igaz, hogy mert igaz. Szóval én azt nem értem, hogy az emberek hogy nem látják meg azt a pillanatot, ami nem igaz. Csúnyán mondva hazugság. Csak az a szórakoztató elem. Hát a stand-upon végig röhögnek, és egy szót nem hisznek el. Tegnap megállított egy rendőr. Letekerem az ablakot, mondom neki, kurva anyád. Azt mondja Jenő, tied. Meg is beszéltük, mert felismert, és továbbhajtottam. Ha-ha-ha, röhög a közönség. Na most nem hiszem el, hogy bármelyik rendőr, aki valaha megállította azt a stand-upost, az megállítja, vagy megkeresi online, hogy én magamra ismertem, mert én már egyszer megállítottalak, és nem is mondtam ilyesmit. Egyszerűen nem is történhet meg ez a hülyeség. Sőt, aki úgy van vele, hogy hú, én ezt a stand-upost már egyszer megismertem, vagy mi megállítottam, és lehet, hogy onnan így az életből egy kicsit kivett sztorit miattam találta ki egy papírra, még büszke rá, mutogatja a rokonoknak a felvette videóra, hogy azt nézd, szerintem ezt miattam találta ki ezt a sztorit, mert múltkor én állítottam meg. És ez két okból kifolyólag jött most ki belőlem, egy az a beszélgettem egy emberrel, és mondta, hogy teljesen más, hogy válaszolok dolgokra, mint videókban. Meg a másik, hogy valaki múltkor valamivel meggyanúsított, hogy mi van most már, mit tudom én, mi volt. És akkor visszaírtam neki, hogy honnan tudod, ha nem is ismerjük egymást, ki vagy te? Mit tudom, ez a kidobtad az ecigit a kukába, de miről beszélsz? Ez most csak úgy jött, ez nem ezt írta, valami mást a Facebook oldalon. Ez most azért jutott eszembe, mert Vágó Zoli
üzent rám ma Glide-on, hogy ecigit nem úgy tényleg kidobtad, vagy videó elem volt a dolog? És akkor mondtam neki, tőled így válaszoltam, hogy kidobta meg ecibe. Ennyi volt a válasz. Szóval néha még a ismerősök is rákérdeznek, hogy megtörtént, vagy csak ilyen szórakoztatóipar jellegű dolog volt. Ez szóval lesz ki. No, az a lényeg, megy fel a kurva jó videó, ami nekem csak nekem kurva jó. Ugye ezzel a... Én úgy hívom, hogy markolat. Szóval nem bot, meg mit tudom én, mert akkor a selfie ült eszébe az ember. Szóval a markolattal egy kicsit mászkáltam. És a jelenetek között kibekapcsolgattam a szélzajszűrést, mert most nagy szél van nálunk, jó itt az erkélyen, nem? Meg a remegés csillapítás, mert ha valami botom van, akkor sokkal jobban kileng. És azt kell, hogy mondjam, hogy a nem is a negyedik, de a harmadik fokozata a rezgés csillapításnak az kurva jó. Oké, hogy akkor nem így vagy, hanem így, kicsit közelebb visz, mert digitálisan oldja meg. A szélzajcsökkentés meg nem tudom hova tenni. Ez az annyi, hogy leveszi a mélyet. Tudod ezt a... Nem? Szóval ott az van, hogy épp miről hallgatod. Mert ha valaki mobilról nézi, és szélzaj van, lehet, hogy mindent ért. Azért mobilon nincs nagy basszus. De valaki 20 000 forintos headsetről hallgatja, akkor ez a inkább legközelebb is kapcsolt be a szélzajcsökkentést. Ezt meg is tudom mutatni most. Sose bírom ki, hogy felmenjen egy videó, mám. Mi az? Spoiler ezek. De amúgy pont vége. Íbaja. Szóval például itt szélzaj nélkül. Szóval nincs bekapcsolva. Nem hogy ez tűjétek? Nem tudom, eddig hallatszott-e valami, én bekapcsolom a szélzajt. Szóval nagyon mély. Mikor bekapcsolom... Na, most bekapcsoltam a szélzajt. Most olyan, nincs mély. Na, szóval akkor most már minden megvan a szélzajt. De így is van szélzaj. Plate-re megyek. Szóval ez a kamera megoldja szoftveresen dolog. Hát... Vagy így választja az ember, vagy úgy, de mindenképp szar. Ezt elkezdjük feltölteni, jó van? Ó, két index kép is készült, hogy majd én választok. Legyen ez. És ez egy vlog. Tizenhét perces. Jó az. Két indexkép, ez volt az egyik. Ez meg a másik. És ezt választottam. Több minden történik a képen. Dávid, van róla videó, azt írta az egyik moderátor itt. Hát, mindenről van videó végül is, jó. De mit kérdezett? Kit írtál? Ja, az alkoholizmus. Persze, hogy van róla. Szóval mennyit hiszel el belőle? Az már a te szórakozásodnak a kivonata. Itt a viccírások. Amikor cigit gyújtok, mindig le kell venni a fülest. Egyszer hallgass meg, mert rohadt idegesítő hangos. Miért? Hát ott ülnél mellettem, akkor is azt hallod. Nem szoktam közelebb tenni. Egy a lényeg.
babgulyás. Más nem. Ja, meg a tepertes pogácsa esti lájvozáshoz. És még mindig sok időm van. Jól van. De négy előtt hülyesség lájvozni. Meg még itt van a herb cucc. Gondolom az már könnyűek. Hát mi más könnyű, mint a plüss. Most teszek csilis babot. Én... Szóval én a bab. Lenes. No. Témát lezártuk. Szóval szerintem, aki videóból akarja meghatározni, hogy ki milyen ember, az hülye. Erre régen, még mikor elkezdtem videózni, mindig azt a példát mondtam, hogy senki nem tudja felkeresni Berényi Miklóst, hogy rohagy meg, hogy leszittad a Gézát. Mert így nézni, hogy... Mi van? Ja, volt egy ilyen forgatásunk. Már faszom sem emlékszik rá. De az egy film, ez egy sorozat, kisfiam. Menj már hátra a busz hátuljába, mert olyan büdös vagy, mint a szar. Kögő ennyit reagálna. Szóval nem? Szóval, hogy lehet videóból valakit itt megítélni? Én szupi mestert se tudom. Régóta nézem, dumágat, mondja, témáz, miről mi a vélemény, ilyen híradós cikkek, meg mit tudom én. De hogy mit, hogy bármit tudjak róla mondani, ez nem, életemben nem találkoztam vele. Ugye Erikről is mindig csak egy mondat az igaz, amikor beszélek róla, hogy megpuszult a Playten ez a hülye. Az igaz. Az, ha nem lett volna kamera, is megtörtént. De nem tudom róla mondani, hogy... Ha semmi, nem tudok róla mondani semmit. Most az, hogy egy Rainbow Six alatt azt mondta, hogy volt a plázába kabátot venni, hát most ki a fasz tudja eldönteni, hogy hülyéskedett vagy nem? Ja, mondjuk Facebookon láttam, hogy van szép kabátja. De most azt ott vette, vagy... Na, érted? Tiszta hülyeség ez. Az életben tapasztalt cselekvései által határozzatok meg mindig valakit. Nem az, hogy a videóban mit csinál. Én például többet iszok videóban, mint amúgy, mert ez régen ez a összekapcsolom ezt a Hörbi megapia. Na, Hitler filmet mindenki látta, bár ez most rám nézve elég hülye példa volt. Ez a, hogy volt ott, hogy ez a Lenin kopasz, meg szakálos, mindenkinek megmaradt, nem valami szép a nők számára, de legalább megmaradt a fejükbe az embereknek. És akkor rajzolta utána a jelképet. Szóval mindenkihez van valami kötni való. Nekem azóta is például Istiről az jut eszembe, hogy Superman. Mert hogy így Superman ruhába ment fel ott a mozduló lépcső. De miért képzelném azt, hogy ő ezt minden nap csinálja? Nem értem. Vagy hogyha valaki sokat előveszi mondjuk a vízipipát videókba, ez az összekösség valamivel, meg ez a hát, ha megtalál egy vízipipa szponzor. De nem hiszem, hogy ő azt így egész nap gyújtogatja. Ezt. Szóval amikor a videóba elterik egy fél óra, az hol van ahhoz képest, ami egy nap, ami 24 óra? Én például ma ittam két kólát, meg három energiatart, meg két ilyen genyót reggel. De videóban valahogy nem ezt iszom. Ezt a gyerekkorom jó emlékei. Hogy ez a szívószálas üdítő. Na mindegy. Szóval minden megvan már mindig, minden tervezve, meg
úgy alakul ki az életed, benyomod a kamerát, akkor más vagy, itt van valami vendég, dumálgatunk, be van kapcsolva a kamera, akkor teljesen más, még nála is a téma, aki nem is arra született, hogy videózza. Szóval az, aki így ítélkezik, hogy múltkor ezt mondtad, meg azt, most meg ezt, azt így kell ránézni, hogy te hülye vagy, baszd meg. No kedli, veszek neked oktopuszt. Így kell ránézni ezekre a faszkalapokra. Ugye? Hoppot is csak akkor tudom venni, mikor fekszik. Mert mikor nem fekszik, akkor épp együtt rohangálunk. Akkor meg ki a fasz akar kamerázni. És így most, ha valaki írna, hogy úristen, ez a kutya születésétől haláláig mindig csak fekszik. Akkor az ember mit csinál? Hülyét magából. Mert hogyha most végre elalszik a gyerek mondjuk egy anyánál, és akkor ér rá römizni a szomszédokkal, akkor a szomszédok nem mondhatják azt, hogy figyelj, már 11 évre vagyunk nálad römizni így este 7-től 9-ig, te gyereked egyáltalán él, vagy most mindig alszik. Szóval érted? Ez most egy kicsit ilyen üzenet annak, akivel múltkor dumálgattunk. Toltam haza a biciklit, ő meg kísért. Hogy ez, ja, ez ilyen. Milyen jó a hangszigetelés, mi? Ace Ventura első rész. Csigiri. Mi abban a jó, amikor azt írják, hogy bemondod a nevem, még mindig nem értem. Írja itt Real Madrid. Hát rég voltam már gyerek, de szerintem ez egy ilyen... Másnap futnak a videóval a osztályterembe, vagy a szünetbe, hogy lejátsszák, hogy nézd, bemondta. Ez a videós a nevem. E-pénisz, vagy hogy mondjátok ezt, ilyen e-pénisz nevelő. Amikor rajongasz kiskorodban, mondjuk egy zenekarért, az kibaszod őket a falra, mint plakát. Az is egy ilyesmi. Sőt, ha aláírta egy koncerten, akkor jön hozzád a barátnőd, és akkor nézd, tankcsapda énekese aláírta. És akkor a barátnőd meg hú. Ez valami ilyesmi. Bágesz? Osztályteremben nem érdekel pedig senkit. Hát akkor nem tudom. Szerintem meg de. Szerintem ez így működik, hogy annó mi is, ez a kedvenc zenekarom mondjuk írna egy dalt rólam. Hát lefejelném a WC-t, mert nem tudnám, hogy most hányjak vagy sírjak. Vágod. Na, Cségóban lenne egy karakter, aki pont őre hasonlít, róla készült. Mert ezt megnyerte. És akkor örülne, mint az állat, hogy
kis Ilonka vagyok, és rólam készült egy egész 3D modell. Egy játékban, amit sokan ismernek. Ilyesmi, nem? Vagy most, ha a kedvenc focistája Ronaldo, és leállna a meccs, és ő bemondaná magyarul 10 évig tanulta, Kése Kristóf, és akkor menne tovább a meccs. És akkor így felvettem videókazettára, megmutatom mindenkinek, hogy bemondta a Ronaldo, hogy kis Kristóf. És az én vagyok. Mert én kértem erre Ronaldót. Bár hát később erre rájönnek az emberek, hogy semmit nem ér, de hát most szerintem arról van szó, hogy gyerekek, nem? Bemondják a nevem. Nem hiszem, hogy egy 48 éves szörös bácsi azt írja egy videósnak, hogy mondja a nevem. Annak örül már, hogyha nem mondja be senki a nevét. Amán e-mail cím, mi pont fos? Bemondod a születési dátumomat? Be. Azon nem újja. Akkumulátor 20%. Mikor jön már az powerbank? Kinek kell a telefonszámom? Senkinek! Kedves Balázs. Bemondod a lakcímem. Simán. Én múltkor is kiírtam. Facebookon kiraktam valamit, kommentbe jöttek a kommentek, ugye beszéltek a videóról, és akkor odaírta egy lány, egy nő, küldenék help cuccot, de a DPD futárszolgálatnak telefonszám is kell, írtam e-mailt. Én meg oda kommentbe kinyomtam a telefonszámom, kész. Azóta is ott van. Szóval ez érdekel egyáltalán valakit? És én tudnám a telefonszámát Lovasinak, a kedvenc énekesemnek, nem kezdenék vele semmit. Hát most akkor mi? Hát felhívjam, vagy mi? Gyakorlom. Épp bűncselekményt követek el, mert magántelefonszám. Vagy eleve mit mondjak? Vagy ő honnan tudná, hogy én nem értem ezt. Ez megmarad ilyen izének. Furcsa legenda, nem érti senki, hogy mi ez, meg ez a lehetek modi, meg ilyenek. De minek? Miért akar ő egy olyan munkát, ami szinte 24 órából áll, mert bármikor elkezdődhet egy live? És még fizetés se kap érte. Jó, hát Erik Molnár azt kapott. Én is tudom a számod, mégse hívogatlak, írja Adrián. Hát ennyi. Én is tudom anyámét, azt még életben nem hívtam fel anyámat. Írok neki e-mailt, vagy mit tudom én. Telefonálás? Gazdag vagyok, írja Erik Molnár. A moderátorok ilyen gazdagok. De az milyen összeg volt? Ilyen sejhaj semmi, ugye? 5000 vagy annyi se. Valahogy így jött, hogy valami live-nál nagyon így köttél. Láttam, hogy sokat... Erik Molnár ezt törölte, ezt tiltotta, ezt... Annyit láttam a nevet, hogy...
küldeni kéne neki valamit? Vagy bemondani a nevét? Tényleg, anyám belement, lesz majd olyan live, hogy én meg anyám, hát nem így egymás mellett ülve, hanem Skype vagy valami, és tőle lehet kérdezni rólam. Tudod, ez a Peti gyerekkorában, így meg úgy, meg hogy bukott le először, mikor cigizni kezdett, meg ilyesmi. Ezt már nagyon rég beszéljük, csak mindig van valami, most például ez a március 15, most rokonokat várnak, azt mondta jövő héten. Aha, csak hogy ezt már egy éve mondja. Meg ugye ott rossz a net. De jó lesz. Na várom, hogy miket kérdeztek. És pont ez a lényeg, hogy live-ba legyen, mert hogyha most azt mondom, hogy e-mailben mindenki küldjön kérdést anyámnak, akkor abból tud válogatnék, mi? Szóval úgy nem ér. Ezt live-ba kérgeti. Múltkor is, tegnap előtt este, ugye, hogy volt ez? Hanyadika van? 14? Nem tudom, itt volt egy rainbow. Ez a 40 fokos láz, de nyomjuk. Azt hiszem ez volt tegnap előtt, vagy nem? Te hülyén írja a dátumokat. Azelőtt úgy volt, hogy anyámra ráglájdoztam, hogy na most? Szóval nem üzent, nem mondom, akkor rainbowzok. Aztán másnap üzent, hogy bocs, csak most vettem észre. És akkor mondta, hogy hát most eleve mennek rokonok, és akkor jövő héten megejtjük. Na mondom, végre már. Itt meg még mindig oda van írva, emlékeztető apa inból, spintires. Jaj, de zokni. Szóval lesz anyámmal live. Yeah. Ilyen még nem volt, 10 éve pedig videózok. Hát láthattátok már videókban, ugye? De hogy live-ozzunk konkrétan kérdésekre válaszolva, az még nem volt. Hú, tényleg előbb kiírt, hogy 20%. Néha dugjam már rá, amikor itt ülök. Ja, anyától kérdez. Vége a giminek, ez az. Na, gratulálok. Ugye milyen jó érzés az? Anyuddal kéne rainbow. Viccnek is rossz. Hát nekik ott nincs izé számítógép. Anyám egy iPhone-ról lesz. Lehet, hogy csak hang. Szóval webcam képe lehet, hogy nem lesz anyámnak majd. Hát... Húzós. Ez a Döbrönte internet kapcsolat. Csó. Tök jó, hogy mindenki O betűvel írja csót. Csó, de chips. Bip, bip. Sicsut, Hörbi. Tudjátok nálam, honnan jött a izé? Sicsutty. Mert mindenki elmondhatja magáról, hogy valami szövege van, az valahonnan jött. Jó, hát a cuckombó meg ilyesmi, az magamtól jött. Akkor hülyeséget mondtam eleve. Na mindegy, a sicsutty az nekem Boba Kromtól jött. Azt hiszem a Szarok a trendre című zenéjében van. Ez a sicsutty. És akkor nekem jött ez a sicsutty komédia, meg ezek. De tőle ragadt rám. Boba Krom. A sicsutty az Boba Krom. Jó, hát létezik. 500 éve is létezett ez, hogy sicsutty megoldom én. Meg sicsutty főzök egy levest. De őtől lejött az, hogy benne legyen a fejembe. Na. Ez a sicsutty. Sicsutty time. Sicsutty.
Bobakrom, te letiltasz, ha berakom? Most kíváncsi vagyok, tényleg abban van? Szarokat rendre. Sicsutty. Ilyen szóval marha, hogyha erőltem el, akkor menjek inkább tovább balra. Azt, hogy merre jövök, azt, hogy merre húzok, mint a tuzok. Privát part. Ne legyél banga. Hol a diszkogra? Csak mit akarom, a sztájlom, kirakom az irány, biztosan bent van tartva. Ha túl sokat rakod elő, te vagy itt a nyerő, benyomlak egy verdával a falba. A vidék meg a városok, spiléktem gázosok, radékú, bejön nekem mind a. Szuper magyar bőlet, topasz lehet szőr, és mindegy, ha ütemre ringa. Hey, sics úgy, beleugrik bárki, nem csak én hit. Sics úgy, beleugrik bárki. Itt volt. Az lehet szőr, és mindegy, ha ütemre ringa. Hey, sics úgy, beleugrik bárki, nem csak... Sics úgy. Kész. Ez egy... 1 perc 29-nél. Sics beleugrik bárki... 1 perc 28-nál van, hogyha valaki keresgélné. Ez a Boba Chrome, szarokat rendre. Gyengébe kedvér, bár egy normális ember az ismerje már ezt a jó embert. Boba Chrome. Szarokat rendre, 1.28-nál van ez a sik. Szóval valahonnan innen indult az, hogy most az intróm is ilyesmi. Sicsutty. És kész. Ez az és kész. Ez meg már nem élő nagyapámnak a dumája volt, miközben a Tilitolival porszívózott. Ugye az nem egy elektromos porszívó, hanem az, ahogy így gördül a cucc, azt így felszedi a szöszöket. Ez ilyen Tilitoli porszívóval mindig ez a... És kész. És hát megragadt. Kicsik voltunk. Sicsutty. Na szevasztok, persze, hogy kép... Na most már HD. Megosztom a videómat. Mióta megy a live? 42 perce. Majd visszanézed. Ezek mindig fennmaradnak, ennek már külön lejátszási listája van. Valaki küldött egy videót. Miért? Mi ez? Nem is magyar. Hú, vannak bajok az emberiségbe, baszki. Ezt látta már valaki? Csak hogy ne az legyen. A fejemet látjátok? Egy felnőtt férfi próbálja bevenn magyarázni, hogy ő kutya. Ja, ott van Dogman. Az ilyen vallás ellenes oldalak rakják ki, bazd meg, hogy miket csinálnak a templomba. Ez a megszállt a démon őrültködés, ez a mint az epilepsziás. És felnőtt emberek, és több százan, geci. De még az ilyen 80 éves is.
Jaj, bajok lesznek ezzel a bolygóval, de nagyon gyorsan. Azt mondják, Huyber Feri. Vélemény. Hál' Istennek nem tudom ki az. Na mi van? Erik Molnár törölte. Mi van? Megint fizetést akarsz? Erik. Tegnap hogy lehozta a fémkastélybe az meg az 5V1-et? Visszanéztem. Mert pont akkor elmentem amúgy. Már úgy ültem vissza, hogy még mindig élsz. De visszanéztem, ügyes volt. A kis szőrös köcsög. Aki azt mondja, szerint egy Jézus színész volt. Hát de... Az 2017 van. Minden ember tudja, hogy Jézus volt az első ilyen... Mindenkit átverek a pénzért. Hogy a én családomnak jobb legyen, több kenyere. Típusú dolog. Mint amikről Csarni is beszélt, hogy ő miért menekült ki külföldre, mert már keresték a rendőrt. Neked akárhányszor itt hallasz izéről, az meg az olyan égő, még olvasni is, hogy a legtöbbször ilyen izé van, hogy kislányok, kisfiúk eltűnnek, aztán meglett, az mindig valami szent ember, vagy egy pap, vagy ilyesmi, hát erre már viccek épülnek, ugye nem titok. Ugye, Tibi atya? Hogy így az egyház, így a templomok, ezek így ráépültek erre, hogy így legálisan ellopjuk a gyerekedet. Vagy hát... Most volt is valami film erről. Ez a... Mi volt a címe? Mikor a nagy csónakházba a tenger közepén ott félig vízbe fekve a gyerekek. Senki nem tudja. Mindegy, ne is beszéljünk ilyen szomorú dolgokról. Szóval kijön egy film, igaz történet. Mi az igaz történet alapja? A gyerekeket elrabolják. Ki a főgonosz? Mindig egy olyan, akinek itt egy fehér cucc van. Szóval ez a pap, vagy szerzetes, vagy szent ember. Én nem tudom, hogy hívják ezeket. Nem is akarom. Meg régen a híradóban még gyerek voltam, és volt valami a híradóban, ilyen pedofil ügy és valami pap. Vagy pápa, vagy nem tudom már mi volt. Mindegy, mondom, nem is akarok ilyenekről beszélni. Ez most hogy jött ide? Na mindegy. Szóval szörnyű, hogy léteznek dolgok úgy, hogy erről tudunk is, senki nem csinál semmit. De hogy ez a Jézus színész volt? Hát ez az első csaló volt. Ez nem bonyolult kitalálni. Szóval mint ezek a izék most, ez a homeopát, ugyanis tudom én, mitől ez a kitalálunk valamit, mit tenni, a dió, de csak ami Dél-Amerika bal alsó sarkába terem meg, évente egy olyan dió terem 20 millió forint és gyógyítja a rákot. Itt rendelhető. Már addig megrendelték 56 ezeren. Szóval nagyon ritka, de azért 56 ezeren megrendelték. És akkor így klikkelnek az emberek. Szegény rákosok megeszik, aztán meghalnak. Meg kifizették. Figyelj, két embert lehet átbaszni. Az egyik a gyerek, ugye? Hát ez még a mesékben hisz meg télapó. A másik meg már az öreg.
Ugye? Amelyik már szinte megint gyerek, mert kicsit már... Hol vagyok? Ezt a Nevelésből elégséges filmsorozat nagyon jól bemutatja, hogy az öreg az mennyire... Szemülis. És ilyen osztogatjuk a hitet, még nem láttál, vagy az van, hogy ilyen Amerikában ez a gyerekek viszik a szórólapokat. Itt nálunk meg inkább ezt az öregeket látod, múltkor is a bolt előtt ilyen két 80 éves néni állítatnak, hogy Jézusnak, hogy papír, átadhatom a papírját. Nem is tudom, mit mondott, de az meg akkor hát nem tudtam, hogy röhögjek, vagy mi van? Mondom, köszönöm, nem érdekel, mentem be a boltba, az kész. De nagyon durva, hogy kihasználják ezt. Hát a népbutítás, ugye a hülyék paradicsomát meg kell nézni, az már profécia. Szóval azért a két hülye összeáll, és meg csinálnak egy gyereket is, aztán neki ők mondják a dolgokat az életről, akkor persze, hogy az is hülye lesz. És utána az is felnő, az is egy hülyét akar találni, nem egy okoskodót. És azok is még szaporodnak, és akkor... Na, ott jól le van vezetve fel a YouTube-on ez a hülyék paradicsoma első perc. Hát nézzük meg, hallod? Sok komment elő majd magára is, mert aztán itt egy dislike-ot. 20. század elején az emberi evolúció fordulóponthoz érkezett. A természetes kiválasztódás, amelynek köszönhetően addig az átlagosnál erősebb, okosabb és gyorsabb egyet sikeresebben szaporodhatott. A folyamat, amely valaha biztosította, hogy a legelőnyösebb emberi vonások öröklődjenek, a visszájára fordul. A tudományos fantasztikus művek olyan jövőt vizionáltak, amelyben a pankráció is tudatosabb és intelligensebb. Ám a fejlődés mégis ellentétes irányt vett. Butulás következett be. Hogyan történhetett ez? Az evolúció nem feltétlenül az intelligenciát jutalmazza. Miután eltűntek a természetes ragadozók, az evolúciós versenyből az került ki győztesen, aki a legtöbbet szaporodott. Az intelligencia pedig kihaló félbe került. A gyermekvállalás rendkívül jelentős döntés. A megfelelő időpontra várunk. Igen. Ezt nem szabad elkapkodni. Semmiképp. Nem ám. A francba, megint teherbe este! A szentségi! Így is túl sok gyerekem van. Azt hittem, szeded azt a bogyót. Dehogy! Biztos csak Brittanynek mondtam, a szentségi. Brittanynek mit beszélsz? Most nem vállalhatunk gyermeket. Ilyen gazdasági helyzetben nem. Nem, felelőtlenség lenne. Még azok még mindig ketten vannak, mert van elég IQ-juk, hogy nem kell gyerek. Semmit sem jelent nekem. Ezek? Nem én voltam! Nem én voltam! Végre eldöntöttük, hogy jöhet a gyerek, és én nem akarok vádaskodni, de nem boldogulunk. Nem vádaskodsz? Csak arra célzok, hogy mielőtt vállalkoznék a megtermékenyítésre. Mindig az én hibám, igaz? Hát... Nem én vagyok a steril. Igen, igen, mindet megtudom. Ez az fiam. Cleavon örülhet, hogy él. Jetskivel próbált egy tóból egy medencébe ugratni, de a kerítésen összezúzta a genitáliáit. Ám az ősejtkutatásoknak, illetve Dr. Krinsky és Altschuler munkájának köszönhetően valószínűleg képes lesz szaporodni. Mit vagánykodt típusú emberek? Azt nézd, mennyi gyerek. Ez se véletlen van, hogy itt néma. Már a férj is eltűnt. És ez így ment nemzedékeken át, habár csak keveseknek tűnt fel. Na, és ez tényleg így van. Régen én rengeteg embert ismertem, ugye még középsúlyi haverok, stb. Jártam le Gyuláékhoz, ide-oda rokonságba szétágazó. Na most az imént látott videóból az egyik szaporodó, IQ-tlan egyed felhívott, így megszakadt az egész. De most már beállítottam, hogy ne lehessen hívni.
Szóval nagyon sok, hogy mondjam csúnyán, családban fordultam meg annó. Egyedül éltem, kurva sokáig, 20 évig én egyedül éltem egy ilyen lepukkant falusi helyen. És így mentem másokhoz, hogy azért legalább részese legyek az ilyen dolgoknak. És tényleg ezek a zígbaszlak, megöllek, meg csirkének elharapom a torkát, de jó vicc, hátra szajtó, puf, jaj, bevertem a fejem, kifolyt így a fejél, jött a mentő. Azoknak mindig 50 gyerek, meg 20 000, a másik fajtának, az meg az IQ-sabb, normálisan elbeszélgetünk, akár a világegyetemről, bármi, azok gyerek, nem, még gondolkozunk rajta. Szóval ez nagyon igaz, amit előbb láthattunk. De YouTube azért megdicsérlek, csoda, hogy ez folytatódott ez a videó. Úgyhogy közben már kint voltam a főmenübe, úgyhogy a YouTube meg se volt nyitva. Most ez hol látható ez a live? Nekem. Az eseményeknél. Az eseményeknél. Uh-huh. Ez nem lehet visszatekerni, értem. Szóval durva, hogy tényleg ennyi. A hülyék paradicsoma az egy profécia lett. Az egész film. Hát ott is, még pár éve, mikor kijött, vagyis hát mostan már mondhatjuk azt, hogy sok-sok éve, még röhögtünk. Volt benne a főszereplőnek az a barátja. Ugye mikor kiolvadt, vagy mi a faszom volt. Ez a mennyi neki te buzi, tárra nyitva volt egy fél, mi ez, fal le volt rombolva, már sok szemét beszakította meg. Ez végig csak ez a kurva, mennyi, meg nem mondtam, buzuljál, meg nem volt egy értelmes mondat. Közben nézte ezeket a hülye valóságshow izéket, vagy mi a fasz. És aki meg a múltból olvadt ki, vagy nem tudom már, olvadás, hibernálták, vagy mi volt. Szóval nem időutazás volt, ugye? Az meg így nézett, hogy mi van? Ez most miért ilyen agresszív, miért ilyen hülye, miért ilyen primitív? És hát ott is kiderült, ugye, hogy ezek szaporodtak inkább. Hát így kezdődött a film. Inkább a hülyék, igen, főként a hülyék basznak, mert nem fogják fel, hogy erre a világra gyereket hozni az nagy felelősség. Aztán mégis megcsinálják, aztán bebasszák egy szobába, aztán az a gyerek is hülye lesz, aztán az is majd felnő, és még tovább szaporodik, és így egyre butább, ugye, mert mindegyik egy szobában nő fel a gép előtt, hogy... És erre épül a vallás, népbutítás. Kész, ennyi. Aki ezt nem látja, bazd meg. Hát ami kötelezővé van téve, már rossz gyerekkorba. Az bármelyik gyerek megmondja, hogy ami kötelező volt, az felnőtt korába pont, hogy nem csinálja. Szóval a gyerekkorodban, mit tudom én, születésedtől kezdve 10 éves korodig meg van mondva, hogy sakkozzál velem, bazd meg, mert unatkozok, akkor megutáld a sakkot, mire felnősz. És bárki azt mondja, hogy sakkozunk, azt így ránéz, hogy anyád. Hülye példa volt, mert sakkozni jó. De például pont anyám ilyen. Ő nagyon jó sakkos, sok mindent elérhetne vele. Neki suliba egy tanár mindig erőltette, mert nem volt jó ellenfele, vagy hogy mondjam, a tanárnak. Szóval rájött, hogy na, legalább te ellenfél vagy, és erőltette. És mivel van benned a félés, hogyha nem mondasz igent, akkor mit tűnj, nem kapsz etőst, vagy kirúgnak a suliból, behunyászkodsz. És azóta én anyámnak mondom, hogy sakkozzunk egyet, fú, ami leül az arcára ez a... De jó lenne legalább egyszer. Szóval ez ilyen. Ja. És nem egyszer van olyan, hogy nekem gyerekek írnak, hogy
Nekem szüleim muszájból ilyen hittanra eljáratnak, különben nem csinálhatom azt, meg nem kapok karácsonyra ezt, meg azt, meg ezt. Szóval be van fenyítve, szóval kötelezővé van téve neki, és írja, hogy ezt még senkinek nem mertem leírni, de kurvára utálok oda menni, mert nem érdekel, meg sok a hülye, meg mit tudom. És ezek a szülők, bazd meg, ott valahol épp jelenleg most is vigyorognak. Főleg úgy, hogy nekem erről nagyon rossz izék vannak. Emlékeim, hogy a két haverom is meghalt amiatt, hogy ilyen vallási családban volt szigorba. Persze utána a szülők azóta is szabad lábon vigyorognak valahol. Szóval még nem is teszik őket felelőssé. Még ők sírnak, hogy hogy történhetett? Hát hogy, bazd meg. Hőben, Feri még idén elköltöz. Ja, percünk van, hogy ezzel ide. Jaj, ilyen TV2, meg ilyeneket ne küldjetek. Az, hogy annak idején mi történt, az senki nem tudja. Honnan? Nem volt még YouTube. Ja tényleg. Ó, de ezt nem húzhatom most le, mert már 10% alatt vagyunk. Be kell raknom a hűtőbe a kaját, tényleg. Negyed három múlt. De hova? Egyik baja. Szóval, hogy mehet olyan irányba bárki, ugye, mint vallás, az az, hogy mint fejlődés. Úgy kéne, hogy legyen az emberi agyba. És nem hiába, ahogy telnek, múlnak az évek a bolygón, sokan azt mondják, hogy hát igen, a Buddhának volt igaza, mindig a buddhizmus az igazi, ugye, Árandrás, hogy oké, hogy készült egy olyan, hogy Biblia, és ott meg volt fogalmazva sok minden, de az olyan, hogy ez a mire gondolhatott a költő, mert azt valaki írta. Szóval maga az, hogy Isten, nem arra gondoltak, hogy nagy lény, aki teremtett itt mindent, hanem végig metafor, hát régen mindenki valami alatt állt, valami tudatszer alatt. Tehát József Attilát is ismerjük, pedig az nem 5 millió éve volt, hanem tegnap előtt. Ugye? Hogy persze, hogy ilyen rébuszokba beszéltek, mert majd aki megfejti, az legalább biztos, hogy tud ilyen jó anyagot. És ott is arról volt szó, hogy ugye önmagad megismerése, hogy az Isten az nem más, mint az agyunk. Ez egy biológiai, gusztustalan cucc, ha így lerakom tányérba, így ránézel, azt... Ezt hívja Istennek a Biblia. Ilyen egyszerű, bazd meg. Szóval az a megnevezhetetlen hatalom, hogy te tudod irányítani az életedet. Csak ki kell rá találni egy szót, hát mindenre ki van találva egy szó. Pohár. Most az ember szekedni, hogy annak így nevezte el pohárnak Magyarországon? Hát most minek? El van már nevezve, az kész. De legalább tudjuk, hogy mire jó. A manapság az emberek, akkor így Isten, meg mit tudom én, és még aki mondja neki, az is tudja, hogy miről beszél. De az, aki hallja, az meg nem. Mert ugye már ezen ment keresztül, ezen a generáción, meg ezen a túl sok gyereket csinálunk, meg hülyék vagyunk. Szaron, amit előmutattam. És pont ez a baj, hogy ezek így, hát így ebben az évszázadban
már megvannak tudományosan magyarázva. Miért létezünk? Miért él az ember? Miért vagyunk? Mi az élet értelme? Mi ez a galaxis? Mi ez a bolygó? Kvantum fizika faszon? Szóval oké, hogy 812-ben még voltak hülyék, de 2017 van, Istenem. 2017 van. Hogy még mindig, mert még egy csomó film is ráépül, de nem tudják az meg az embereknek, az meg egyszerűen tudatáig eljuttatni. Hogy nem Isten teremtett minket, hanem mi teremtettük Istent. Szerintem ez végszó legyen, hogy lezárjuk a témát, aztán inkább legyen ilyen, mondd be a nevemet dolgokat. Ennyi. Ha mi teremtettük, kész, mi találtuk ki. De még az időt is, hallod? Nem döglenénk meg, nem öregednénk. Mi találtuk ki? Szerencsétlen fasság az egész. Mert azt, hogy most forgolódnak a bolygók, és mi erre teremtünk egy idő egységet, amit már minden szar kimutat, és mi ahhoz alkalmazkodunk, így mi tápláljuk magunkba azt a tudatot, hogy öregedünk. És akkor, hogy a piramis hogy épült fel? Mert miért vannak ott ilyen UFO-szerű alakok? Mert régen még nem voltunk ilyen hülyék. Persze, hogy a butulást mutatja bármelyik barlangrajz. Nem UFO-k vannak rajta, hanem okos emberek. Persze, hogy nagy a feje, mert az agyára épített, nem az izmára, izé lent a fitness klubba. A ecsetfejű kis Pisti. Még nem volt ennyi fasz, ami elveszi a fegyelmedet, mint például live-ozás. Hát ez ennyire egyszerű. Az, hogy akkor még nem voltak izé YouTube-ok, meg kamerák. Azt bizonyíték csak annyi, hogy valaki festett, vagy írt egy könyvet, vagy a barlangba nyomott egy kis izét, alakot. Az nem az, hogy jaj, ufók voltak, vagy hogy épült a piramis. Úgy bazd meg, hogy nem a gép előtt ültek, bazd meg. Ilyen kibaszott egyszerű. Csak manapság a gép előtt ülés a menő, meg a tévé, és akkor ebből pénzt lehet csinálni, hogy majd mi megmondjuk. Hány olyan dokumentumfilmet találsz, hogy a francba épülhetett a piramis? Ja, és erre épül. Ők is tudják, akik csinálják, hogy épült. De a sok hülyének el lehet adni azt a dokumentumfilmet, megveszik DVD-n. Pénz. De a hülye is tudja, bazd meg, hogy ezt fel lehet építeni. Sőt, manapság még bonyolultabb dolgokat is, mert most már gépesített kombinációban van az építőipar. Jaj, Magyar István, hagyjál léci ezekkel! Mert múltkor is ez volt, de akit belinkeltek, hogy TV2-ben arról beszélt, hogy a vloggerek milyen hatással vannak kire, meg mire, azt egy olyan ember beszélt, hogy életemben nem láttam vlogolni. Szóval én nem beszélek mondjuk a... Mit nem csináltam még? Hogy kell megvarni egy farmert? Hogy okoskodnék arról, hogy kell megvarni egy farmert, amíg soha nem vartam meg egy farmert? Hülyeség. Törlöm, mert még valamelyik gyerek meglátja ezt a TV2-s Jézust. Tedd a képernyőre a kezed. És csomóan fizettek érte, meg rátették. Mindig van, mindenkor, mai világban is élnek Jézusok. Csak annól még ő volt az első. Hát ez olyan, mint az első pilóta. Az első magyarországi hírbemondó. Ha mindenkinek megragad, aztán már a többi így... Manapság is vannak Jézusok, akik abból nyerészkednek, hogy kitalálnak olyan hülyeségeket, ami nem hülyeség, mert ők abból jól elvannak, de a
Hát a buta nép lehúzása, hát a parasztvakítás. És annó ez még annyira újdonság volt, hogy lefestettük, meg írtunk róla, meg ez halhatatlan, meg újjászületik. De azért, ha 2017-ben valaki azt kinyitja, akkor röhög, széttépi, azt hagyjál már. Ez ilyen egyszerű, ezt nem kell túlbonyolítani. Ez például, ami ma történik. Live azok a YouTube-on. Egy ilyen eszközzel, ami ilyen lapos. Most ezt itt valaki fogja, leírja egy könyvbe. Bolygó kipusztul, mert van valami agyfasz. Aztán újra kezdődik az evolúció, vagy újra szaporodunk. Vagy olyan technika van, hogy már ezek elvesznek, mert ugye azokról is most nem új evolúció, meg elpusztulás volt Jézus óta, hanem csak feledés, mert akkor még nem volt kamera, meg fotózás, csak festegettek, meg írogattak. De lehet, hogy majd 1000 év múlva már olyan generáció lesz, akik még egy annyinak se hisznek nagyon, ami videóban van, mert már ők más technikát használnak. És kiröhögnék azt, hogy igen, ez a hülye vlogger itten ezt mondta, azt akkor mi van? Bezárnák a videót, azt így elbasznák. Nem az, hogy jaj, igaza volt Hörbinek, jól mondta, hogy a lecsó finomabb, mint a töltött káposzta. A lecsó finomabb, mint a töltött káposzta. Hörbi ezt mondta, megtaláltuk a föld alatt a iPhone-ját. Nem lenne ez. Vagy hát, ha ilyen butulás megy ilyen gyorsan, lehet ez lesz. Szóval már, na hogy mondjam, már a hülye is tudja, hogy hogy lett a univerzum, a bolygók, stb. Meg hogy miért élünk itt, meg az evolúció, meg hogy mi az élet értelme, meg hogy mi az a lélek, meg ilyesmi. Ezt már mindenki tudja. Régen rébuszokba kellett baszni, mert még nem volt meg rá a szó. Azóta már kitaláltuk bazd meg a szavakat. Mindenre. Sőt, még több is. Már arra is van latin betegség név, hogyha mondjuk én félek a... Nem szeretek festményeket látni. Paintphobia. Brush. Brushphobia. Mondjuk latinul nem hiszem, hogy brushnak hívják a festményt, de még lehet angolul sem. Na. Pont, hogy én butítok, értem. Bizonyítsd. Mert ez így csak ítélkezés, ami szerintem nem egy szép dolog. Én már bizonyítottam azt, hogy mint Isten, szóval a teremtés képessége az az emberekben van. És nem csak én, ott van a Schrödinger macskája, hogy mi a faszom. Szóval ez a becsukod a szemed, képzeld el, hogy citromot eszel, és akkor elindul a nyár termelésed, és közben nincs is citrom a szahadban. És hogyha ez sikerül elhitetni az agyaddal, akkor bármit, ami körülötted zajlódik, de anyám erre tudom, rengeteg bizonyítékot tudna mutatni. Hogy mi az a természetesen, tényleg semmi nem kavar be, nem erőltetve vágysz valamire. Szóval a hitről beszélünk, hogy mennyi mindent elért itt én 10 év alatt. Ennek a segítségével. Hogy tudta ezt az utat, hogy itt van bazd meg a kibaszott kincs. Nem ott a felhőkön, vagy a templomba, vagy a prospektusba. Itt. Egy 35 kilós teleadóságokkal nő volt, most meg hagyjuk. Mert másról nem beszélünk. Sok mindent elért ezzel. Még úgy kezdte, hogy vágyvideók, meg agykontroll tanfolyam, ilyesmi. Nem is értem, miért kell a mai világban ehhez tanfolyam, hogy használd az agyad. Én is elmentem, mert már engem is majdnem lebutított a nép, de
Na legalább elmentem. Ez olyan, mint mikor kis hülye kicsak, ekkora kis faszkalap köcsög izé voltam. Tini ninja. És kiröhögtem a osztálytársamat, akinek fogszabályzója volt. És a másik osztálytárs, ez egy lány volt, akit kiröhögtem. Hogy néz ki, milyen csúnya, azt meg így röhög, hogy lássuk. És akkor megszólalt egy fiú, hogy hát, de ő legalább tett ellene. És ez úgy megragadt, hogy nem mindegy, hogy mi van bele itt butítva, hogy mi a szép, mi a csúnya. Mert a lényeg az, hogy később abból neked jobb lesz. És akkor én is elkezdtem ezen gondolkodni, hogy kéne menni fogorvoshoz, meg izé. Szóval, hogy tényleg csak a buták röhögnek azon, akik tesznek is valamit, ami akkor épp lehet, hogy pont csúnyának látszik a szemedbe, de kiépítette belém azt, hogy az csúnya. A sok hülye. Inkább állok amellé, az egy ember mellé, aki azt mondja, hogy nem csúnya, legalább tesz ellene, és majd később szebb lesz. És ez mai dumával már hülyeség, mert mostanában már szinte divat. De higgyétek el, a 80-as években ez a mindenkit kiröhögtek, aki fogszabályzós volt. És én inkább beálltam egy ember mellé, azt jól legyünk ketten, röhögnek rajtunk. És ugyanez van a fejlődéssel. Az, aki nem áll be a sorba, hogy Isten tett le minket, meg akkor kiröhögnek, meg amit előbb írt valaki, hogy én butítok, meg én vagyok a káros. Egyszerűen ha-ha-ha, nem. Egyszerűen nem vonzott be, hogy közétek álljak, közéd, mert ti vagytok többen ugye a hülyék. Inkább röhögjetek, akkor ti többen, mi meg így ketten, hárman, négyen, öten legalább belélünk jó sokáig. Meg akik épp hozzánk tartoznak, azokat jól tudjuk tovább nevelni a generációba, azért legyen néha egy-két okos is. Ti meg akkor röhögjetek azon, hogy te egy fasság. Az amúgy ez bárhol megmutatkozik, hogy a hülyék vannak többen, ez állatoknál is. Vadonban is sokkal több a tehetetlen és éhező tigris, mint a életre való, akiknek pont érdemes lenne szaporodni, mert mindig többen vannak a hülyék. Ez erre nagyon sok mondás is van. Hát pont ezt nem olvasod a Bibliában? Mit tűn, hogy az Isten állat kertje, csak alacsony a kerítés, meg ezek? Ezt nem hülyeségből találjuk ki. Úgyhogy még sok ember között ismert is. Most én azt mondom, hogy a palacsint a zöld, az nem fog elterjedni, úgyhogy még 50 év múlva is mondogatják. Szóval azért vannak olyan mondások, amit nem hiába ismer még nagyapa utána unoka, és nem csak a sima unoka. Már majdnem azt mondtam, hogy csak az unoka. Nem. És ugye a legnagyobb Isten ellenes közmondás is nagyon régi. Ez a segíts magadon, Isten is megsegít. Ez azt jelenti, hogy senki nem fog segíteni, csináld már. Nincs Isten. Ennyi. Segíts magadon, Isten is megsegít. Szóval magadon segítesz, a te agyadat használod, hogy meg kell oldani valamit, amit te hajtogatsz egy bagyot, vagy megcsinálod a házit, vagy megvágsz egy videót, hogyha mai korszakról beszélünk, mert hiába ülsz le, hogy Isten vág meg a videómat, nem fogja. Szóval ez a segíts magadon, Isten is megsegít, ez az, hogy segíts magadon, mert te vagy az Isten. Isten is megsegítsz, azaz te magadat megsegítetted. Az agyunkat, a lelkünket, hát valaki léleknek hívja a gondolkozást, ugye az agyat, szabad gondolkozás, szabad tudat, ezt hívták Istennek, ezt egy elnevezték. De nem Isten, meg nem God, ez még régi-régi, meg tudom én milyen szavak voltak erre, nem is érdekel. Ugye hát nekünk Isten,
fémkastélyéknak God. Szóval most már az, hogy több nyelv van, oké, hogy több neven lehet szólítani, de annó erre egy darab szót kitaláltak, ami semmi más nem jelentett, csak az, hogy a gondolkodásoddal sok mindent elérhetsz, és teremthetsz. Ez az Isten teremtette ezt, meg azt, meg nem. Ott arról ír, bazd meg, hogy az ember teremtette. Csak nem volt rá szó. Meg akkora nagy fantázia, mert manapság már mennyi minden van, meg fú CGI, meg effektek, meg faszom. Hát valahogy le kéne festeni. Hogy fessem le az elmét? Hát egy szakállas ember. Miért? Mert hát nagyapám mondott annó nagy okosságokat. Hát szerintem a felettem lévő okosabbat úgy rajzolom le, hogy nálam öregebb, és akkor lerajzoltak egy szakállas embert, és mivel feljebb való, akkor üljön a felhőn, és a mai hülye ember meg ez a felhőn ül az Isten, és azt teremtett mindenkit. Pedig a régiek tudták, még a régiek hogy felkelnének a sírjukból, akik ezeket festették, meg írták. Ez a hülyék vagytok, az eszméről beszéltünk, a gondolkozásról, az agyról. Csak még nem voltak meg azok a szavak, meg azok a képek hozzá. Hát most normális. Most komolyan elhittétek, hogy mi arra gondolunk, hogy a felhőn ül egy bácsi, szórja a villámokat, ha rosszat csinálsz, és akkor így megcsípi a fenekedet. Hülyék vagytok. Röhögnének rajtunk. Amint, hogy rajtatok. Pedig erre tényleg sok minden épül már. Könyvek, tanfolyamok, viccek. Viccek! Hallod, viccek? Közmondások. Nagyon sok minden. A világ közepe a föld. Milyen világ? Honnan tudsz a világra? Láttad? Voltál a végén? Van egy űrhajód? Miből építetted? Fűnyírógépből. Tudatos ember. Az az igazi istenség. Hú, de elkalandoztunk, geci. Filó videót úgyis hiányoltátok. Hol tudom én ezt megnézni, hogy mióta megy be, mióta? Sehol, értem. Te azt írja, hogy egy órája. Te hülyeség. Ugye az igazi, hát figyelj, meg mindent, amit olvasol, azt egy ember írt le. Most az akinek hiszel, kinek nem. Ennyi a választás a vallásnál. Neki hiszek, neki nem. Ugye te is írhatsz egyet. A legőszintébb, legtisztább ugye ez, amikor a gyerek lefekszik a pikniknél, lemegy a nap, és nézi a csillagokat. Hú, hogy lehettünk? És így filózik mondjuk a testvérével. Hú, mekkora a galaxis. Szerintem én azért vagyok a bolygón, hogy jó könyveket írjak, vagy finom péksütiket. És akkor így elkezdenek filózni, hogy szerintem nekem ez a küldetésem. És még nem zavart bele semmi szülő. Mert ha már megy oda apa, anya, akkor már ugye be van zavarva az agya a központi agynak, mert azok is valahonnan jöttek generáció által, ugye nekik is volt anyukapjuk. Szóval már az a két szülő, amit mond neked, már eleve 8 valakitől hallotta, csak ha a családot nézzük. Ugye, ennek is anyaapa, ennek is anyaapa, de még annak anyaapa, ami nekik ugye a nagypapa és nagymama.
Nekem nagyapám ezt mondta, mert a generáció mindig úgy van, hogy a nagyapád hülyeségeit még tudod, de azért úgy feljebb már nem, mert az a déd, mama nekem is olyan, hogy én már nem emlékszem, miket mondott. Szóval mindig az van, hogy papa, mama, anya, apa. Ez vagyok én, ők mondtak valamit, ugye itt van négy dolog. És akkor mondjuk ezt az anya mondja, ezt az apa, annak is ott volt négy dolog, anya, apa, papa, mama, az már nyolc. És akkor még nem beszélünk arról, hogy valami hülye könyvet vett ki a könyvtárba, valami hülyeséget tanított a tanár, a boltba valaki hülyeséget mondott, a tévében valami baromság volt. Igen. Szóval én, amit mondok, az nem az, amit hallottam, hanem amit tapasztaltam. Mármint, hogy így most. Most mondod, micsoda? Most mondtad, hogy voltál agykontroll tanfolyamon. Nem, fordít. Azért mentem el, mert mondom, olyasmiről van szó, ami az én agyamba zajlik le. Meg a Matrix filmre azért mentem vissza négyszer a moziba, mert hogy ezt kiírta. Komolyan ez nem csak nekem jutott eszembe. Szóval azért ezt meg lehet fordítani. Én olyasmiről nem beszélek, amiről hallottam. Vagy máshonnan tudom. Hanem ez a full tiszta gondolkodási kombináció, és szerintem az nem szégyen. Akkor röhögjél, bazd meg. Meg akkor hívjad azt úgy, hogy én vagyok a butító. Rengeteget tudnék én még erről mondani aztán. Hát igen, a primitív fajnak, ugye emberek között a primitíveknél, ez úgy jön le, hogy tudalékos, okoskodik, meg mert egy kicsit ők máshogy érzik. De nem, hogy összetennénk ugye a több-több ember gondolkodását, akkor meg lenne az egész, ami mindent megoldana a bolygón. Nem, ez a... Na, ez a gond, nem a világ béke. Elfogyott a pálinka. Segíts magadon, Isten is megsegít, veszek egy pálinka főzőgépet. Ez kurva jó live. Itt van Isten gyermeke. Őt Hope-nak csak a videókba szólítom, amúgy a teljes neve Jézus Krisztus. És ugyanúgy dobog a szíve, ugyanúgy veszi a levegőt a tüdeje, mint a tied, bazd meg, amit nem te irányítasz. Ne hazudjál, ha te azt mondod, hogy én kicsit elgondolkozok, és leállítom a saját szívem, akkor leszoplak. Semmivel nem különb ő, mint te. Akkor magyarázzuk is meg, mi a különbség? Evolúció, agyméret. Vannak fajok, akik rámentek arra, hogy kevesebbet éljenek tudatlanul, akik többet éljenek, de unalmasan, például teknős. Kinek miért össze, nem kell ezt elbonyolítani ilyen tankönyvek által, hogy fajok, meg fajták, meg ezért. Így leegyszerűsítem. Az ember abba az irányba ment, hogy minél nagyobb tudás, de annál tehetetlenebbek vagyunk, ezért kellettek az eszközök. Ezért fordult be, bazd meg, a hüvelykújjunk. Meg tud fogni a kőből kifaragott kalapácsot. Szóval mindent valami más oldjon meg helyettünk, de mi minél nagyobb tudást akarunk szerezni. Na, minél nagyobb tudás hozta létre Istent. Szóval ez, amikor már nem tudsz mit kezdeni magaddal, mert unatkozó típusú dolog, hogyha a mai szavakhoz akarom ezt taszítani. Szóval már annyira túl gondolunk mindent,
hogy azért van ennyi hülye. Szóval nagyon levezetve, furcsa hangzik, de sajnos, ami miatt nekünk az agyunk kifejlődött, ami a főtt kaják miatt van, és a főtt kaját a villám belecsapott az erdőbe, és kigyulladt a tűz, miatt értük el. A tűzhez meg azért mertünk oda menni, mert romlott gyümölcsöt evett az ős ember, és be volt baszva. Szóval a nagy agy miatt, nagy agykapacitású cucc miatt van ennyi hülye. Ami hülye hangzik, de igaz. Szóval túl sok hely van neki a hülyeségre. Hát kitapasztaltam már azt, hogy lefekszik, aludnom kéne. És akkor jaj, miért jutott eszembe a tegnapi dolgozat, hogy nem fog sikerülni. Aj, most miért az van a fejembe, hogy tegnap előtt veszekedtem anyámmal. Szóval ez a túl sok mindenféle, és akkor már hülyeségeken gondolkozom. És akkor így ez a de jó lenne mondjuk hörcsögnek lenni, aki nem gondolkozik hülyeségeken. Ő azért nem tud, mert nincs annyi memória, nincs annyi kapacitás. Ezt mi akartuk, így fejlődtünk. És azért jut annyi rossz is eszünkbe, hogy abból tanuljunk. Ezért fejlődik az emberiség gyorsabban, mint mondjuk a ponty, vagy a hörcsög. Lehet, hogy ő boldogabb, meg nyugodtabban alszik, mert nem azon gondolkozik, hogy holnap vizsga. De így, cserébe, nincs is vizsgája. Azaz ő az életben nem fog olyat tenni, hogy én most szórakozásból hátmosás közben Dr. House-t nézek. Szóval ez a valamit valamiért. Mi emberek ezt az utat választottuk, hogy kurva jól legyen élni. Szóval nem ott úszok a Balatonba, hogy mikor jön már egy giliszta, hanem nézek egy Dr. House-t, reszetelem már a modemet, nem csak akkor dugok, amikor gyerekkel, hanem mert jól esik. Az élvezeteket felcseréltük erre, hogy így akkor az agykapacitás, hogy a hülyeségek is eszünkbe jutnak, mert van még hely. És hát az ember unalmába sok fasságot ki tud találni, mint például most én ezt a live-ot. Ugye? Én nem hiszem, hogy ilyen sok fasságon basztatná magát egy macska. Én még macskát live-ozni nem láttam. Cserébe hamarabb is meghal, unalmasabb is az életem. Néha megyek az alomba beleszarni. De hogy nem tud nézni Dr. House-t, ezt nem akarok macska lenni. Nem tud egy okos telefont elővenni a buszon, miközben megy a diszkóba. Megéri, vagy nem éri meg? Na most ugye itt van a hogy mondják ezt, ez az arany középút. Szóval embereknél is lehet az, hogy megtartod az arany középutat, és ne jusson annyi fasság az eszedbe, ne roncsold magad, a stressz az öl, megrövidíti az életedet. Hát ezek meg pont, ugye ezek a hegytetőn ülök, és azt tanulom, hogy ne jusson annyi negatív dolog az eszembe. Mert bármi, ami történik vele, az agyban van. Most ha egy perce valaki pofán vágott volna a boltba, arról az én agyam tehet, hogy még mindig emlékszek rá. És akkor erre tanítások épülnek, ugye ezért mondják sokan, hogy a buddhizmus most már a legfőképpen előjövő vallás, ami pont ezt tanítja, hogy nyugi van, geci! A három ujjadat összerakod, akkor jó lesz minden.
Semmi köze a három újnak, nincs itt ilyen energia az ujjaid között, hogy összerakod, azt akkor jobb. Hanem ezt építjük az agyadba. Összerakod, már is jobban vagy. Placebo hatásra épülő cucc dolgokról beszélünk. Szóval valamit valamiért. Most jó, te nem akarsz vizsgát. Te nem akarod, hogy ott hagyott a barátnőd. Sőt, megcsalt. Nem akarod, hogy apád vert 10 évig. Most feltetheted magadnak a kérdést, lennél majom. Vagy, mit tudom én, hering. Lennél hering. Mész, nem tudsz semmiről, nem idegeskedsz, boldog vagy. Annyi az agyad, hogy ezt bekaphatom, ezt nem. De lehet, hogy mindjárt kijön egy háló, ezt mész a konzervbe imádkozni, hogy kieszik meg. Szóval oké és okozat. Szerintem mi emberek összetehetjük a két kezünket, hogy azok vagyunk, ezért nem értem, hogy mi a faszért bántjuk egymást. Mármint értem. Pont ez a baj, hogy értem. Szóval tök jó lenne, ha nem érteném. Rengeteg oka lehet. Én végig tudnám sorolni az okokat. De végül mindig az van, hogy de miért? Tök mindegy, hogy az hatalom, vagy pénz, vagy féltékenység, vagy bosszú. Miért bántják egymást az emberek? Mikor... hát örülni kéne, hogy nem heringnek születtél. Mert ez nem egy ilyen isteni, ki minek teremtett, bármikor születhettél volna heringnek. Csak akkor nem tudnál róla, hogy az vagy. Mert öntudat csak az emberben van. Egy majom se tudja magáról, hogy ő egy majom. Csak az ember tudja azt, hogy ő ember. Pont az agykapacitás, a sok duma, meg a könyvek. Lehetne azt úgy hívni, hogy tekló. Szóval én egy tekló vagyok. De nem ez van az agyunkban, hanem az, hogy ember. Mert ez egy szó. Hogy alkotjuk a szavakat? Tüdő, légcső, hangszálak, fogak, nyelv. Szóbeszéd. Nyelvet tanultam. Valahol itt a probléma amúgy, hogy mi megtanultunk kommunikálni. Így egymást basztatjuk. Mint ahogy én most sok mindenkit. Bár ezt visszafordítva lehet, hogy van olyan, aki egy néma gyereket nevel, és állandóan ideges pont azért, mert nem tud beszélni. Szóval nem biztos, hogy csak a nyelvtudás, a kommunikáció basztat fel valakit. Eleve az ember hülye. Tudja, hogy valaki ideges egy némára. Tudja, hogy van ilyen a bolygón. Hát már a másnaposok 3-ba, vagy 2-be, vagy mi volt a 2-be. Ott idegek voltak, hogy örök némaságot fogadott a fickó, aztán nem tudta elmondani, hogy hol van az srác. Szóval inkább igen, az agy. Ha túl gondoljuk, túl értékeljük, és túl alul becsüljük, vagy ibolya, becsüljük a dolgokat, ez agyfaszt okoz. Szóval ember betegség az agyfasz. De ha nem azzal foglalkoznánk, akkor meg már tök jó lenne minden. Szóval, hogy látjuk ezekbe a kedvenc jeleneteinkbe, hogy lepkét kergetünk pucéron, a másik nemű az épp szop. szóval ez a tökéletes, a paradicsomban élünk dolog, az mindenki agyában ott van, de azért nem tudjuk létrehozni, mert egymást akadályozzuk. És itt van a nagy kérdés, hogy mi a fasznak? Mi a fasznak van az emberben az, hogy neked akkor se legyen jó. Pedig összefogna mind, akkor jó lenne. Jó, van ilyen, hogy összefogás. Például Kína tök jól gyártanak dolgokat, mi meg megrendeljük. Ez tök jó. De hogy mind egységbe. És
akkor senkinek nem kéne azon gondolkozni, hogy kivettem egy könyvet, amit 11-ben írtak, és akkor azon gondolkozok, meg én azt a vallást tűzöm. Mert aki elmegy űzni nagyon konkrétan, folyamatosan vallást, az boldogtalan. Mert amúgy miért menne? Ha minden jól megy, akkor nem csinálná azt, hogy jaj, léci, a gyerekemnek legyen mit enni, meg az ötös lottót nyerjük meg. És ehhez nem kéne leülni, bazd meg, egy sarokba semmit tenni, hanem csak összetartani. Szóval mi a faszért utáljuk mi emberek egymást? Hát utáljuk a csótányt. Vides kis bogár, vagy mi, szar az íze, mit tudom én. Vagy a hangya kirágja ott, az egér, jaj, utáljuk, összefogunk mi emberiség, írtsuk ki az egereket. Nem bazd meg, összefog az emberiség, hogy írtsuk ki az emberiséget. Normális! Ha melyik egér csinál ilyet, hogy írtsuk ki az egereket? Így megy az egér, jön a másik, mi kiírtunk titeket. Nincs ilyen. Azt mondják, hogy de jó, egyre többen vagyunk. Így átvesszük a hatalmat a kertesház felett. Mindenhol rágunk szét. Minden, ti gyűjtsétek a lisztet, mi hozzuk a zsemlét. Nem ölik meg egymást. Egér, egér torkát nem vág, nem harapja át. Tigris, tigris torkát nem harapja át. Tigris átharapja az őzikét. Az ember meg átharapja az ember torkát. Normális. Dühjék ezek. Dögölj meg. Takarodj anyádba, meg tegeci, meg hogy nézel ki, meg hogy áll a füled. Normál. Én még nem láttam, hogy hópodon megy egy másik kutyához, hogy nézel ki, bazd meg. Legyen rossz napod, mert én ezt mondtam. Mert igenis, az én fülem szebb. A tiéd meg nincs. Normál. Így szagolgatják egymás segjukát. Így. Ó, de jó segjuk. Csak az ember képes erre. És pont emiatt, hogy túl nagy az agyunk, azt amit épp beleépítenek, az kurva kevés ez az idő. Pár százalék. Nem hiába van itt még hely. És régen volt hely, és akkor piramisokat építettek boldogan. Most meg, hogy már egyre kevesebbet használunk, ez a hogy építették azt a piramist? Hogy így? Hülye gyerek. Hogy? Szóval a nagy tudás hátránya az, hogy bántjuk egymást. És ez inkább így lett volna feelinges ezzel a grafikával. És néha rám szólnak, hogy túl szigorú vagyok. Most mai világról beszélve ez a miért bannoltál, mert csak ezt írtam. Ne. Anyád a negatív. Mit bántasz? Mi bántasz? Mi bántasz? Mit csinálhatom én neked? Mit tudom én, tegnap előtt köptem egyet a bicikliről, és ez pont tudom én, egy kukába ment, amiben majd be fog nyúlni egy hajléktalan, azt jaj, mi van a kezemen? Akkor bántson ő. De hogy te miért? Mert az emberiség egy fasz. Mindenki bűnös dolog. Senki nem mondhatja el magáról, hogy még soha nem bántott senkit. És ez bazd meg annyira gondolkoztat mindig ez a fasság, hogy nem győzöm magamat
butítani. Hát ezért iszok. Mert mindig gondolkozok. És ugye ez megírtja az agysejteket. Ez a szar. Lehet akkor, hogy hering akarok lenni. Ja, összetartás. Mindenki szígyja Magyarországot, nem tartunk össze. És most megint hiába kezdve azon ember gondolkozni, hogy miért nem. Hogy gondolkozzál már 10 millió ember agyával, nem tudsz? Szóval erre nincs válasz, hogy miért nem. Mert mindenkinek máshogy alakult az élete, és a agyában kifejlődő kémiai fasságok, pont. Ez ellen nem tud tenni. Nem mondhatod valakinek, aki állandóan gonoszkodik, hogy de miért? Mert csak. Mert ember. Ne csetelgessél, mám bazd meg. Na, Jézus rám írt, hogy na majd mindjárt újra születek. Most jó, most lebuktattam, hogy ismerősen bazd meg. Na mindig. Fú, én nagyon rég megfogadtam, hogy nem fogok többet filózni, mert agyfasz, de... Ezt itt valamelyik komment kihozta belőle. Iszok egy kávét, aztán alszok. Elgondolkozok magamon. Milyen fasz vagyok. És egyetlen egy olyan van az emberiségben, ami megmenthet minket. A humor. Komolyan mondom, bazd meg, semmi más gyógyír nincs erre a kibaszott bolygóra, csak a humor. A nevetés. Nincs más kiút. Háborúk helyett stand-upokat kell csinálni, bazd meg, orosz és német között. Érted? Ágyúval kilőjük a viccet. Normális! Mi van, ha félúton elkapja egy kínai? Ha legyártja! Na, szóval remélem érthető volt itt. Én eddigi tapasztalataim szerint, még nem vagyok szakállas 80 éves, fú, de sokat tudok a világról ember, de eddig én úgy látom, hogy akármilyen baj van mondjuk egy családban, legyen az pénzügyi csekkek, vagy hitel a lakásra, vagy a kocsi, mindig a humor menti meg. A humor, bazd meg, az egy ilyen szuperhős. Fogja, bazd meg, a humor, azt így megoldja. Hogy csinálja, nem tudjuk, de működik. Mindent humorral kell megoldani. Aki már egy kicsit komolyabban akarja, csődbe. Az mindig az van, hogy nem sikerült. Csődbe ment a tervem. Most épp azon gondolkozok, most meg én vagyok a fasz, aki osztja az ész, de hát... Bazd meg. Ki kell mondani néha. Láttam, Oszkár, te is itt vagy, mindjárt megnézem, mit írtál, mert hosszú volt. De most nagyon belejöttem, amint látod, azért nem akarok kommentet olvasni, mert az szerintem jó irányba kezdtük el. Ja, meg ezekről is beszéltem. A szenvedély az egy jó dolog. Na, megnézzük, Oszkár mit írt, mi volt az a hosszú.
Látod, az ember elfogult. Mert azt szeretné előbb látni, amit az írt, akit ismer. Azért hagytam fel a témázás videókkal, mert úgyis mindenkinek van magán véleménye, akkor meg minek tépjem a számot. De figyelj, ez nem nekik jó, hanem neked. Ki mondod? Ez a büdös életben nem fogja megfogadni senki, de még a saját gyereket se. Ez ilyen. Amikor kicsik voltunk, nagypapa magyaráz, azt így... Hú, de unom, mennék már rollerezni. Aztán felnőttem, azt... miért nem hallgattam végig, mit is mondott? Miért nem volt egy diktafonom? Ez ilyen, ez az életrendje. Engem csak azzal, hogy miért nem lehet mindig ilyesmiről beszélni. Szóval ilyenkor ránéznék a kommentekre, azt lenne egy mikor lesz GTA, akkor az így kizökkent, hogy újra 5 éves vagyok. Akkor potyára éltem 32-t. Szóval inkább most már ilyenekről szeretnék beszélgetni. Hát a szórakoztatásról van szó, akkor persze megy az ember gameplayezni, meg hülyéskedünk. De amikor így dumálgatunk, akkor annyira le tudják húzni tényleg a hülyék paradicsom a feelingűek. És ez is az a agyméret miatt van. Inkább hagyom, akkor vége. Bocs, Gabi, a gyújtónak annyi. Ez a hány éves vagy? Egy kicsit jobban átgondoljuk, ennek van értelme? Hány éves vagy? Úgyhogy hány éves? Most annó az ilyen ősfejű faszkalapok, csak hogy csúnyán mondjam. Akik előttem éltek több száz évvel, azok határozták meg, hogy mi az, hogy egy év, vagy kettő, vagy három. És én azt szerint halljak meg. Mert minden agyba dől el, ez alap. Ezt lefektethetjük, ezt mindenki tudja. Ezt mindenki tudja, még akkor is, ha nem vallja be. Ugye, ismerjük az állatokat, náluk milyen jól működik ez. És hogyha valahonnan példát kell venni, akkor tőlük. Igaz vagy nem igaz? De igaz. A madarak tudják, hova kell vándorolni, pedig nincs nekik GPS rendszerük, geci. Én azt mondják, menjek el a nemzeti dohányboltba, eltévedek. Az állat tudja. Na, szóval ezt szerintem senki nem cáfolja meg, hogy az alap ösztön dolgokban az állatok sokkal okosabbak. Szóval, hogy ez a hány éves vagy, ez most ez a hány éve élsz a bolygón, ugye? Hány éve születtél meg anyukádból erre a bolygóra? Mióta élsz ezen a földön? Most az, hogy év, azt egy ember találta ki. Most ahhoz igazodjak, hogy hány éves vagyok. Mert aki már nem is él, az kitalálta, hogy én hány éves vagyok. Majd én kitalálom magamnak. De még az évet se. De nincs év. Ez ott van. No. Könyörgöm, hát tényleg már ezek már olyan lejárt téma, 60-as években már elkezdődött. Hát igen, mondjuk ki, a hippi időszak az nagy fejlődés volt. Mert tudatmódosító szerek miatt vagyunk mi most emberek, ugye? Azért mertünk bemenni a erdőbe, ami lángolt. Minden állat futott el, az ősember meg így bement, hogy de jó, mert megette bazd meg a romlott banánt, vagy a faszomat, a szilvát, az be volt baszva.
De minden nap jön egy új felfedezés. Nem minden évben. Vagy hónapban. Minden nap. De még mindig oda vagyunk ragadva, hogy annó mi történt, mert ezt tanítják. Könyörgöm. Ezt úgy is lefordíthatjuk, hogy nem létezik az idő. Mert azt valaki kitalálta. Egy bácsi hódbetépve a sötét szobába. Hát így megy a bolygó, nevezzük 24 órának, mikor így körbe megy, meg ezt annak, meg annak, ilyen matek. Szóval egy matematikai egyenlet határozza meg, hogy te mikor halsz meg. Gratulálok! Gratulálok! És régen, mikor még nem volt idő, azt felépítenek olyan dolgokat, amit most mi nem tudunk felfogni. Azt meg így nézzük, hogy hát ezt az UFO-k csinálták, tuti, mert én nem lennék rá képes. Butulás. És mai napig vannak emberek, akik így rájönnek dolgokra, akiket folyamatosan követni kell az új dolgokat. Hát nem kell szentírásnak venni ezt se, amit most mutattam. Pár faszát. De érted? Hogy lehet az, hogy... még mindig olyasmit tanítanak, ami elavult. Mert nem mondhatom azt, hogy kurva rég volt, mert most volt. Most. Minden most van. Ez attól, hogy forog a bolygó, nem telik az idő. Ez egy mértékegység, mint a méter. Vagy a deciliter. Vagy a feles. Az idő is egy mértékegység. Sokan ezt, és minden gondolatba dől el, így az időt mértékegységnek veszitek, ugye, és öregedtek. És ezt már nem könnyű kiölni magunkból, én is öregszek, igen. Persze. De ez minden miatt. És régen ez a istenség, meg mit tudom én, hát akik még nem tudtak az ilyen fasságokról. Végülis a tudatlanság hatalom. Lehet, hogy 800 évet élt bazd meg egy ember, az volt ideje egy piramist felépíteni, aztán megdöglött, aztán itt a csontváza, mert nem tudta, mi az az idő. És amit nem tudsz, az nincs. Mert én is, hát egy egyszerű dolog, múltkor így keveset aludtam, vagy tegnap sokat üttem, vagy sokáig játszottunk. Miért vagyok ilyen nyomott? Megmértem a lázam, 39-8, jaj, beteg vagyok, videó, mindenkinek üzentem, anyámnak is, képzeld, beteg vagyok. Összekapcsoltuk ezt a szót ezzel, hogy beteg vagyok. Nem voltam beteg, egyszerűen nem kellett volna tudnom arról, hogy van lázam. Pont. Mert ha nem tudok róla, nincs. Ilyen egyszerű. Aztán eltompítottam az agyamat különböző dolgokkal, pálinkának hívják, meg sörnek. Megint bedugtam, nem volt lázam. Kész. Miért nem volt lázam? Mert már nem hittem ebben. Nagyon egyszerű az agy működése. Csak az első ember, aki visszaélt azzal, hogy sokan nem tudják, hogy működik az agy. Azt elneveztek Jézusnak. Na mindegy. A jelenléted csöndjében felbukkan a szépség. Most ezt akkor 2000 év múlva idézni fogják, hogy a Biblia. Nem. Most ennyit tudunk a világról. De már holnap többet. Ki a faszom idéz, bazd meg a 2000 évvel ezelőtti fasságokból. Miért éljek úgy, mint annó a evolúcióba visszamenőleg primitív hozzám képest emberek? Szóval ezek itt leírtak valamit, nekem ezen röhögni kéne, hogy melyik hahotába rakjam bele. Nem pedig mást basztatni. Az úgy van. Azt se tudod bizonyítani, hogy Adi Endre létezett, hallod? Sőt, még azt se, hogy tegnap fingottam-e a liftbe. Nem, hogy több ezer éve ki mit írt le. Hát persze, hogy nem volt okosabb. Hát fejlődünk azért. És pont azért egyre több a buta, mert túl régi cuccokból tanulnak. Túl régi cuccokat, olyan, mintha
Win 95-öt raknék a gépemre. Ezt a gépem így röhög, hogy te hülye vagy. Azért már eltelt egy kis idő. És látod, tudok az időről. És ezt annyira nehéz elfelejteni, hogy tudjak az időről. De tudok. Az a baj. És itt megint ott az lép előtérbe, hogy az emberi agy. Mert azt sem mondja senki, hogy a negatív élmények jobban megmaradnak bennünk. Szóval azt tudod, hogy mikor vertek meg először, de hogy mikor volt az első csókod, azt nehezebb felidézni. Azt mondom, első, hogy mit tudom. Jó, hát mondjuk egy éve volt, akkor könnyű. De, ja, a negatív dolgok azért épülnek be jobban, mert a túlélési ösztön abból tanul, hogy nehogy előforduljon még egyszer. Szóval egyszer beragadtál a liftbe, ott voltál 6 óra hosszáig, sötétbe, kikészültél, ez jobban meg fog ragadni, mint az első csók. Miért? Hogy tudd, hogy legközelebb inkább lépcsőn mész és csókolózva. Nem olyan bonyolult, ez csak szét van baszva az agyunk. Ja, ez, ja, hogy a fájdalom se létezne, hogyha... Na mindegy. Kibaszott fakírok, mi? Szóval az se egy kötelező dolog a fájdalom, hanem kell túlélés miatt. Egyszer neked megy egy bicikli, tudod mennyire fáj, akkor el tudja az agyat képzelni, hogy milyen lehet egy vonat. Szóval túlélés. De meg tudod szakítani magadban. Itt átszúrnak egy tűt, itt idáig, nem érzel semmit. Ki lehet tanulni. Kontrollálhatod az agyadat olyan sokáig ilyenekkel, hogy sikerüljön. Csak hát van olyan dolog, ami érdemes, meg van olyan, ami nem. Szerintem a fájdalom, azt nem szabad kiölni magunkból. Azt kell. Szóval ezek a fakírság dolgok, ez pont ez a... Ez már hülyeség, ez már megint valami biznisz. Dubálják a kalapba a pénzt, mert én ilyen hülye vagyok. Ez a jackass, ugye? Mai szóval a fakír. De vannak dolgok, amiket meg jó lenne megtanulni, elfelejteni. Semmi nem létezik a moston kívül. Igen, az emberi agyban van ez, hogy a múltnak érzékeljük azt, ami fakul az agyban. De az is most volt. Szóval ezt már a mai embernek nehéz elképzelni, hogy nem telik az idő, hanem minden most van. Csak ő úgy érzékeli az időt, hogy ami fakul az agyában, meg ilyesmi. Meg hogy tegnap volt. Nem tegnap volt, csak egyet fordult a nap. Vagy, na, érted? Jóban, hagyjuk. Igen, a jövőkép, meg ez az automatikus rendszer minden élőlényben, akinek agya van. A jövő meg egyszerűen a felkészülés és tanulás a múltból. Csak csúnya szavakat találtunk ki a dolgokra, és csúnya képleteket. Szóval az, hogy múlt, az nem azt jelenti, hogy pár napja volt, vagy pár éve. Az most volt. Az, hogy én 2000-ben beszaltam a buszon, az most volt. Az én agyam, ahogy öregszik, romlik, bomlódik, mint egy almacsutka a fűbe. Ez az egész hiteti ezt velem, hogy az rég volt. Az most volt, csak már azért homályos, mert... Szóval, mint ahogy az almacsutka a harcosok klubjában. Szóval az nem tegnap történt, nem 20 éve. Szóval ez a idő faszom, hogy kitaláltuk.
mint mértékegység, ez egy baromság. Ez mihez méred a leépülésedet? De ha már van mihez mérni, akkor leépülsz. Mert te abban hiszel. Hiszel az öregedésben? Igen. Akkor meg fogsz öregedni. Azt nem mondhatod, hogy én nem hiszek abba, mert azt csak mondod, az csak levegő, tüdő, hangszál, meg fogak. Blablabla. Azt csak mondod, hiába magadba. Egyszerűen az a baj, hogy tudsz róla. Komolyan mondom, nem hiszem el, hogy nincs a bolygón még egy olyan kísérlet, hogy egy gyerek megszületik. Hát a Stranger Things szerintem ezért tetszik nekem. Ugye ott a kislányt végig bezárva tartották, hát ez nem jó dolog. És hogy kialakult az elméje, hogy így ránézett valamire, az kirobbant az ajtó. Azt szerinted a semmiből találták ki az emberek? Vagy a sorozat írója? Ez így van, csak lehetetlen megoldani. Szóval nem tudod megoldani, hogy valaki ne tudjon semmiről. Csak a fontos dolgokról. Mert akkor már leépül, mert akkor nincs meg a balansz. Ugye a Ying és Yang. Az jó meg van rajzolva. Már némi szörlék a kocsmában azon röhögtek, hogy azt hittem, hogy az az, hogy két ebi hol baszik. Ez a Ying és Yang jel. Minden jóban van egy kis rossz, és minden rosszban van egy kis jó. Ez a balansz meg azért van, hogy ne fejlődjünk annyira túl, ugye ti szavatok vagy tudatok által isteni halhatatlan létre, hogy teljesen irányíthatatlan legyen a dolog. Mert hát most képzeld el, hogy mindenki halhatatlan. Hát, elég hamar itt lenne mellettem most öt ember, mert nem lenne több hely a bolygón. Szóval a halál az egy teljesen létező, reális dolog. A halhatatlanság az már egy más dolog tudati szinten. Ott soha nem lehet azt elérni, hogy ez minden emberre igaz legyen. És most lesz a kinevetés lényege. Tuti. Szerintem, hagyjuk ezt, hogy tuti. Szerintem léteznek olyan emberek, akik tudják ezeket a tudati szinteket kezelni. És léteznek, és több mint 120 évesek. Mégse néznek ki annyira öregnek. És ezzel visszaélnek olyan szinten, hogy minket meg kihasználnak. Szóval amikor azt mondjátok, hogy multik, meg ezek a felsőbb emberek, meg hogy miért nincs pénzed, mert még kell mindig valamire költeni, akkor valahogy szerintem ezek az emberek így tudják, hogy miből lehet pénzt csinálni, csúnyán mondva, a hülyékből. De ja, ez nem titok, ez a butákból élnek meg a gazdagok. Szóval eladom a homeopátia élelmiszer faszom, mert a őssejtekből van a virsli. De hülye megveszi az okos, meg röhög a kocsmába az többi okossal. Hát ez, ja, ez akkor ez nem volt olyan nagy titok, amit mondtam. Ja, még a flaskában van egy kis manna. Sokan azt a tudást, amit vallnak az életről, és rájöttek, és tudják, azt kihasználják azok ellen, akik nem tudják ezt. És ez ilyen nagyon alacsony szintre is lemehet, hogy itt én való világba küldjenek be SMS-t, hogy XY nyerjen, aztán meg van rendezve. Vagy hogy van a Vágatlan Mónika Show a YouTube-on, aztán ott röhögnek azon, aki beült, aztán elindul az adás, és komolyan lett véve az egész szó. Előtte pedig ott röhögték itt szegény izét, cigányasszony, még Mónika is röhögött. Még mondta is, hogy jó Isten, ki ez? Az meg ott ült.
mondjuk ez a kisebb szintje, amiről beszélek. A nagyobb szint az már tényleg az, akik tényleg tudják, hogy ez a tudatosság, ez a életértelme. Ahol egy újtó, Gabi. Az már szinte ilyen Tom Hanks film. Mi az? Ez a... mondjad már. Akkumulátor 10%. Da Vinci Code meg ilyenek. Na, baszki, fel kell tölteni a gyógyót. Pont nem esett le. Azt hiszed, be fogom fejezni. Mi, de nem fogom. Most már, ha filom, akkor filom vagyunk. Legalább Oszkár örüljön. Nézd már, láttatok már engem bencigizni? Nekem a szemem láttára is mutattak olyan dolgokat, hogy így, én ezt mindig is tudtam, sejtettem, azt most meg bizonyíték. Az sokat számít, és mikor valaki ilyen Isten, meg izé, az hol, nem látta soha. Érted? Mi a különbség a kettő között? Tudom, hogy túl sokat jövök az agykontrolltan folyammal is, de ott a fővizsga, azt tudjátok mi volt? Ez a... Válasz ki egy egyént. Az voltunk vagy 500-an a izébe. Terembe, mert ilyen színház geci volt. Én kiválasztottam egy nénit, mert bevallom őszintén, én őket szeretem a legjobban. Azt múltkor is mondtam, most pár napja vagy tegnap egy videóban. Van többféle ember, van a fiatal fiú, fiatal lány, öreg néni, középkorú férfi, tök mindegy. Én a öreg nénikkel értek legjobban szót. Ez nem kell túlmagyarázni, ilyen vagyok. Szóval valahogy mindig is mondjuk nagymamámmal beszélgettem el a legjobbakat. És kiválasztottam egy nénit. Ja, legyen ez. Erzsike. És akkor... az volt a feladat, hogy én találjam ki. Ó, bazd meg, rossz helyre dugtam. Istenem, hogy itt nincs egy powerbankom. Most már esküszöm, ez az eBay-t felgyújtom. Szóval Erzsike néni mondjuk, nem tudtam elvétem, leírt a papírra az adott emberről mindent. A nevét elmondta. Tudom én, Ilonka néni. Ennyi elég lesz. És akkor be volt nekünk tanítva, hogy mit kell mondani a mellettünk ülőknek, hogy és most számolja. Egy papírom volt. Még megvan a könyv. 10-től vissza fogok számolni. Most egyre jobban a külső világ nem fog zavarni. Szóval menj le alfába. Mert ugye mi, ha használjuk az érzékeinket, hallás, látás, szaglás, ízlés, és ugye az alvás is ez, hogy akkor egy csomó mindenki kapcsol. Például nem tudom, sokan tudják-e, hogy amikor alszol, nincs szaglásod. Ezért nagy biznisz a füstriasztó. Szóval nincs. Egyszerűen az orrod az megsemmisül, meg ugye a szemedet is azért hunyod le. Minél kevesebb funkciót használjon a proci, olyankor töltőd cújra. Hát ugye emberi lényekről van szó, tudjuk mi az a szervezet, sok kis sejt, meg fasz, amit tügyködik, hogy mi van. Kihasználnak téged. Azt hiszed, hogy te egy valaki vagy, az közben nekik jó, vagy rossz. Attól függ, hogy mit szívsz. Na mindegy, és akkor a mellettem ülőnek le volt írva papírra egy csomó minden, hogy
vesebaja van, 3 éve magas a vérnyomása, ilyen virágocskás kötényekbe szeret járni, nem pedig a kötött izébe, meg a Ilonka néni féle, mi az? Otthonkába. Mindent leírt, amit csak tudott. Levitt engem alfába a másik, én egy nénit választottam, és akkor csak a nevét mondta ki. Kitaláltam a várost, ahol lakik, elmondtam mindent, hogy a vesebaj, hány éve műtötték, milyen ruhát hord, göndör, rövid fekete haj, mit szeret enni. Mondogattam a dolgokat, amikor lejárt a vizsga, akkor felkeltem, átadta a papírt, és itt láttam, hogy mi van kipipálva, és ez a 20-ból csak egy volt X, már az nem tudom mi volt, a cipője talán. És így néztem, hogy de ezt nem akkor írtad, mikor épp mondtam. Nem. Ez a kollektív tudat, ugye, a intuíció. Na mondom, na, velem nem baszki. Volt Fehérváron egy ismerősöm, egy csaj, ő volt a legjobb haverom. Úgy hívták, hogy Edina, szóval Dina. Neki nagyon sok baja volt, a foga volt rossz, na mindegy, nagyon sok baja volt, nem akarom leégetni szegényt, bár egyik live-ban már cikiztük. Én őt róla kérdeztem előző nap a vizsga előtt a kocsmába, hogy na jó, azt tudom rólad, hogy minden fogad szar, de jó, mind fekete, hagyjuk. És akkor mondjad még, mi van, és akkor mondogatta, hogy gyomor, meg hát az a bajait. Jó, most a pozitívumokat, meg milyen ruha, meg látom, zsíros haj, jó. És így volt. És pipa, én meg ugye a nénit vizsgáztattam. Mindet eltalálta. Nálam nem volt egy X se. Mindet. Intuíció. És ezt nagyon egyszerűen magyarázták meg ott, ugye, hogy például a madarak, mikor így együtt így repülnek, de így több százantól ez is így nagyon együtt, mintha egybe lenne az egész. Az nem azért van, mert jó a reflexük, meg a szemük, azt akkor nem megyünk össze. Szóval nem azért nem ütköznek össze, hanem a kollektív tudat, hogy a tudás az egy nagy dolog, csak ugye mi beleragadtunk ebbe a háromdimenziós fasságba, és az agyunk az csak egy antenna, ami onnan veszi ki a tudást, ahonnan épp szükséges annak a egyénnek, aki milyen szintre érdemes, milyen szintre fejleszti az antennáját. De hát ez így nagyon hülyén hangzik, mert most olyan földhöz ragadt szavakról beszélünk, antenna, hát az egy tárgy. Szóval azok is hirtelen vártanak irányt, ugye a madarak, akkor sokan repülnek, és nincs az, hogy összeütköznek, hogy anyádnak jössz neki, te veréb. Normálja, nekem jöttél. De így mennek, hallod. És nincs ott csiripelés, vagy jeleket adnak, mint a denevér. Semmi. És ráadásul egy olyan egyénnek találtam ki a betegségeit, aki Amerikában él. Szóval a néninek az a húga volt. Na, nem sok különbség volt köztük, szóval én is egy nénit találtam ki, mert ugye csak a nevet tudtuk. Eltaláltam az életkorát, betegségeit, a öltözkedését, minden. Ezért mondom, hogy nem szeretek agykontrollról beszélgetni, mert csak azt tudja, aki azt végigcsinálta. Ezért is kaptam meg ugye a papírokat a végén. Utána mehettem ultrára, azt is végigcsináltuk. Ott még anyámmal mentem Győrbe. Arról még videó is van. Akkor felálltunk, és na mindegy, énekelni kellett. És ott döbbentem rá, ott, amikor mentem haza Sámsonba a buszon, úgy néztem az emberekre, bazdmeg, mint Neo a Matrixba. Ez a... És először voltam életemben boldog. És akkor jöttem rá, hogy ezt valahogy régen jobban tudták, mert most már el vagyunk tompítva, és hogy ezt Jézus alkalmazta először, és akkor mindenki Istennek hitte, meg elájultak tőle, közben meg ez egy egyszerű dolog, ami adott. És azért tekintjük nagy istenségeknek a régi embereket, hogy piramist építettek, meg Jézus, meg mert azóta butulunk. Ugye? Média,
telepakolják az agyat, és az agykontroll tanfolyam egy kicsit így visszavisz. Csak nem elég ahhoz, hogy újra az a tudat legyen benned, amire majd ezer év múlva azt mondják, hogy ezt hogy csinálták. Mert botulás van, pont emiatt. És az az érzés, amikor aznap mentem haza a buszon, az minden pénzt megért. És utána én leszálltam, hogy ki mit mond erre. Utána a kocsmába ugyanúgy elmentem, és én így éreztem, hogy van valaki itt, ugye? Kinyitottam a szemem, mi van? Azt így röhögött. Te mit csinálsz? Bebajtja, így. Tudod, ez a primitív izé. Visszauntam a szemem, 5 perc múlva az meg jött a asszony, vagy felesége, nem tudom. Szóval valahogy bevonzottam neki azt, hogy ezt nem akarom most lefejelni, vagy kiröhögni. Nem megyek le a szintjére. De mondom, hogy itt valami fog történni. És utána bejött bazd meg az asszony, te itt a Dinával kérred a számokat, meg itt énekeltek, meg karók, és ugye a haját ráncigálta, meg ezt így lestem, hogy ez működik, geci. És utána évekig így mentem a sípos kocsmába mondjuk, előttem leült egy csaj, és akkor mondta, hogy figyelj, már tudod, a haver oda, a motó a barátom, kérdezhetek róla, mert szeretnék róla dolgokat tudni, ugye, lányok. Ez a, kikérdezzük a barátját, a haverját, és akkor többet tudunk róla, hogy hogy szereti, mit vegyek neki, stb. És akkor én ez a agykontrollba így nyomottam ezt a ülj az ölembe, felejtsd el motót, mert akkor nagyon hiányom volt. Hát nem telt el 10 perc, és így az ölembe ült, hogy amúgy téged szeretlek. Mondom, ezt nem hiszem el. És akkor így puff, mondom, kész, én így fogok élni, ez működik. Ez kész. Nagyon egyszerűen megmondták az elején, csukd be a szemed, képzeld el, hogy citromot eszel, elindult a nyál háztartásod, pedig nincs citrom a szádba. Magyarul elhitetted az agyaddal. És mindent el tudtam utána. Egy csomó cigány ismerősöm lett úgy, hogy azt karaokiztam, hogy dögöljön meg minden cigány, ezt velem énekelték. Mert én ezt akartam. És rájöttem, és erről van egy animációs sorozat, hogy te alkotod a világot. És a faszkalapok most itt el fognak fordulva röhögni, fordulva, de minden. Szóval ez a, ott van az a festmény a falon. Ha senki nem néz rá, és senki nem is gondol rá, akkor az nincs ott. Mert a mi agyunk alkotják a világot, nem pedig fordítva. És ez működik. A kvantum professzorról beszélek, a Töröl csatornámon én ezt leszinkronizáltam végig, de feliratosan megtaláljátok. YouTube-on kvantum professzor, a dimenziók, meg ilyesmi. Hát nem hiába készült ugye az a sorozat se. Működik, geci. És mikor én ezáltal, a tudás által felépítek egy magamnak megfelelő életet, az más így röhög, meg ingyen élő, hát persze, hogy fikázom, meg így legyintem, meg röhögök, hogy jaj, ez még ott van, amikor én voltam 81-be. Egy évesen. Vagy még, mit tudom, 96-ba. Szóval annyira furcsa, hogy emberek ezt nem használják. Tök jó. Mindig az van, amit akarsz. 3 hete mondtam egy live-ba, valaki írt, hogy beteg vagyok, kiröhögtem. Aztán, mondjuk nem röhögök, nekem nagyon hiányzik ez, hogy az ember lázas, és akkor csak úgy filmezni van ereje, és az olyan feelinges, amikor jól esik filmezni, meg sorozatot nézni. Alig telt el egy kis idő, az belázasodtam. Ez kurva jól működik, és nem erre tanítják a gyerekeket az iskolába, bazd meg. Hanem arra, hogy nem fog sikerülni, igenis kettőt fogsz kapni évvégén, meg ugye. Szóval mindenki próbálja leépíteni a másikat, mert túl hülye ahhoz, hogy használja a saját agyát, ezért a másikat is le akarja építeni. És ezt ott nagyon jól megtanították.
És annyi ilyen fasság van ez a pénzér hülyeségeket mondunk, de az agykontroll tanfolyam nem az volt. Hát csak nézzétek meg a hogy jegyezzünk meg 20 szót videómat. Mai napig tudom, hogy jegyezzek meg 20 szót. Szóval valaki elmond nekem 20 szót. Mit tudom én? Traktor, lámpa, egérpad, szövetkezet, zsiráfnyak, péntek 13, antennakábel, UFO jelenség, végigmondja 20-ig. És ő ezt leírja magának, és akkor visszakérdezi, na melyik volt a 16-os? A lámpa. Kipipálja. Melyik volt a 7-es? A zsiráfnyak. Kipipálja. Azt így néznek, hogy mi van? Azt ennyire bazd meg egyszerű a dolog. És beszarsz, hogy mennyire. És ez a tompítás, ez a posztok, meg Twittert valaki, meg felhívom Viberen, meg ez csak tompítja a dolgokat. És akkor ilyen csodálkozunk, hogy pár éve hogy sikerült izének olyan jó verset írni, amit a mai napig emlegetünk, meg felépíteni ezt-azt, meg sziklába vésni arcokat, mert nem voltak hülyék az év, az meg. És én ezt használom, és nem szégyellem, de nem nagyon szoktam róla beszélni, mert agyfaszt kaptok, meg akkor jönnek a bántások, próbálnak lehúzni. Erről ugye egy vicc is van, hogy a magyar embert visszahúzzák a pokolba, tudod, amikor több ajtó van. De már meséltem, megyek és hozok egy sört, meg kiszáradtam. Addig gondolkozzatok el magamon. A humor az jó. Ibolya. Meg ugye a sablonok. Ezt a hülyék úgy mondják, hogy aura. Szóval, hogy ugye ez a DNS. Ez a minden ember úgy néz ki, hogyha nem történik hiba a minden kutya, hogy ez hogy lehet. Volt egy gép. Próbáld ki. Bedugod a kezed, láttad a kivetítőn, az a te kezed, ugyanúgy mozgott, izé. Az auráját láttad, ilyen energiamezőt, ilyen, tudom én, ilyen narancssárgán vibráló cuccot. Bedugtál egy bármit, mit tudom én, a pénztárcádat, láttad, jó, le van ellenőrizve, le. Bedugtál egy falevelet, látszott, egy ilyen izé volt nálam, mint a Kanada jele. Ez a bizélylevél. Látszik. Tépte az egyik szárát, vagy levelét, vagy mi az. Letéptem, tudod, maradt 4. Visszadugtam, és ott az a energiageci ugyanúgy mutatta mind az 5-öt. Csak amit letéptem, az halványabb volt. Szóval ez a látszott a sablonja. Hogy mondjam, érted? Mintha az a levél tudta volna, hogyha az ott hiányzik belőle, hova kell visszanőni, hogy milyen alakká. De ez nem nagy humbuk varázslat, hát ezt tudjuk, hogy most a gyíknak a farkát levágod visszanő, mert ő erre szakosodott, mert nem hülye. Na, egy fán is, ugye egy levelet letépsz, az másik évben nyáron ugyanolyan alakú levélnő, pedig hát a fában nincs DNS lánc. Szóval van ez a sablon. Hát ehhez is sokan Istent kötik, hogy ez a Isten teremtette az összes sablont, és hogyha valami elveszik, azt abban a sablonban hőjön vissza. És az nagyon durva volt, hogy főleg mutatott olyan példákat, vagy hogy mondják ezt,
igaz történeteket, mikor mondjuk az ember a hüvelykujját levágta, mert olyan munkát végzett, és használta az agykontrollt, és visszanövesztette a hüvelykujját, de csak valameddig, de fent a hegyekben, meg így, meg így, szóval ez a társadalmi életben belül, ez az elbutított fasságok között ez nem érvényesült, nem sikerült. Ugye most ha valaki néz engem, azt mondjuk láb nélkül született, azt akkor lekurva anyász, hogy hát én akárhogy koncentrálok, nem nő vissza a lábam. Az ugye többet van tele az agya azzal, hogy ez nem sikerülhet, mint azzal, hogy sikerülhet. És ilyenkor mondták azt a példát, hogy szánkó domb. Szóval van egy hófötte domb. Itt egy domb, tele van hóval. Itt elkezdesz szánkózni, szóval ilyen két csík lesz vége a hóba, egyre jobban, egyre jobban, egyre jobban, már a végén ott már szinte ki is koptattad. Ugye most az agyról beszélünk. Na most mondjuk ez egy olyan értelmet, hogy egészséges a fokhagyma. Tök mindegy, mit építettek az agyadba. Most ezt el kéne felejtened, mert te úgy vagy vele, hogy egészségtelen, és inkább a répa lesz egészséges. Akkor magyarul elkezdesz szánkózni egy új helyen. Na most akármennyire is itt szánkózol, ezt a másikat még be kell, hogy lepje a hó, hát itt beszélhetünk emlékekről, ugye. Akármennyire is szánkózol itt, mire ez jobban ki lesz vésve, sokkal több idő lesz, mint amíg az első ki lett vésve, és eltűnik, főleg, hogy addig meghalsz. Szóval már nagyon gyerekkortól kezdve, ami be van építve, te az leszel halálodig. Ez ellen nincs mit tenni. Egyszerűen nincs annyi időd. Ha csak 5 évesen úgy vagy vele, hogy elég a fasságokból, és elmész bezárkózol hegyek közé, remető, a következő 95 évet se lesz elég arra, hogy elfelejtsd azt az 5-öt. És az, hogy már az első 5 évben tudott ilyen dolgokról, amiről akar tudni, vagy nem, tök mindegy, szóval tud, arról azok tehetnek, akik belemondták a fülébe, ami csak egy érzékszerv, és már az agyadban ott van, és pont. De, mivel ugye felnőni nem tudsz mások nélkül, így ez az életrendje lett, hogy egymást hülyítjük, mint most én titeket. És így működik a természet. Ehhez még agy se kell. Hát ugye egy fa is meg tud halni. Megöregszik, kiszárad, elhal. De lehullott a medgy, aztán annak a magjából kinőtt egy új. Ez egy ilyen örök yin-yang természetes középút folyamat. És sokan keresik ennek a kiútját, ugye, Buddha, hogy kiírtsa magából a rossz gondolatokat, de hogy a faszba? Ugye, amikor még egy fa se képes erre, pedig annak agya sincs. De, amíg élsz, azt teheted jóvá, és történhetnek olyan dolgok, amit te akarsz. Pont. Tudod irányítani a teremtést. Az, hogy holnap mi történjen veled, meg tudod alkotni ma este. És ez így van, ez szemtanúja voltam, Gezi, így. Ott ültem, hogy lol. Ez létezik. És sokan tudnak erről, de azokat mindig kiröhögik. Ezek a izék, ezek a... Jézus! És ez egy kurva jó dolog, és én nem szégyellem. Próbálnak lehúzni, meg lefikázni, meg ilyesmi. De, hogy mondjam, szóval az a... Jaj, csúnyán mondja, a rohadás folyamatát
Legalább tudom, hogy kell lassítani. Ismerek olyat, bazd meg, aki 5-10 évvel fiatalabb nálam, azt úgy néz ki, mintha 5-10 évvel öregebb lenne. Vagy mondjuk agyilag. Ez a plegykálok, panaszkodok. Az miért úgy néz ki, meg időjárás. Legalább lassítani már tudom. Megakadályozni nem. Hát régóta van emberiség, sokan próbálkoznak ezzel. De megéri. Nekem legalábbis. És szerintem az a lényeg, hogy mindenki magától várja a boldogságot, meg a megoldásokat, ne pedig mástól. Hát azok a leghülyébbek amúgy. Ez a unalmas a videó. Most én szórakoztassalak, hülye gyerek. Ki vagy te? Nem, komolyan nem tudod magadat boldoggá tenni? Az hogy lehetséges, ha egy ember nem tudja magát boldoggá tenni? Te engem boldoggá tesz, hogy videóban mondok akármit. Tök mindegy, hogy hiszed-e vagy nem, mindenki a saját világát alkotja. Most a sajátomról beszélek. De az, hogy ő tőlem várja el, hogy ő boldog legyen, az primitív. Hát abból már kinőttünk, talán még a dínók előtt. Még a dínók is okosabbak voltak. Hát igen, segíts magadon, Isten is megsegíts, csak az Isten szót húzzátok át, és írjátok át arra, hogy én. Öntudat. Nekem például most kurvára jól esik itt okoskodni. És ez a lényeg. Ha nem ezt tenném, akkor a rohadás felé lépnék, a halál fele. Amiben nincs semmi rossz, mert hát egy gumilabda is eltűnik egy idő után itt nálunk, főleg, hogyha Hope belesegít. Pedig Hope-ot nem úgy hívják, hogy halál, hanem úgy, hogy Hope. Most a gumilabdának a vége Hope lett, nem pedig halál. Akkor a gumilabdák között ez a élet után jön a hóp. Érted? Szavak. Hülyeségek. Normális. Bakancslista. Hú, arról még tudnék beszélni. Mert az is az agyunk által összetett vágyak. Nem akarok úgy meghalni, hogy még pont. És ez mekkora hülyeség. Mert nem azt sorolja fel, hogy mit tett meg, hanem hogy mit nem. Szóval ilyen szinten a vágyak károsak. Mondjuk én még nem teniszeztem, de szeretnék. Nehogy már ezen tegyem tönkre magam. Hogy valami után vágyoldok, de nem tehetem meg, mert mondjuk mit tudom, hogy drága, vagy nincs kezem. És ez jobban vezet a rohadás felé. Hát miért aggódjak én ezen? Miért nem azon gondolkozok, hogy pingpongoztam én már valaha. Az ember az a mindig azon gondolkozik, hogy mi kéne, mit nem tud megtenni, mi nem volt még. Szóval a bakancslista az egy káros dolog, az egy fasság. Ez hülyeség. Ugye a jövőn aggódás a jelen kárára megy. És semmi más nem fontos. Csak a jelen. Semmi más lenne fontos. Aki a faszt érdekel, hogy 10 perc múlva mit csinálok. Ha nem is érdekeljen. Most azon gondolkozzak, hogy 10 perc múlva mit csináljak, akkor az minek a kárára megy? A mostnak. 20 perc múlva le kéne menni a boltba. Mit csináltam? Elbasztam a jelenemet. A mostot. A mostot elbasztam ezen. Hát csináljam azt, ami épp jön. Hát kész, ennyi. Előre gondolkozás, ez egy agyfasz. Ezt is belénk nevelték. A rendszer, ugye?
azok, akik meg nem használják az előre gondolkozást. Pont azért szígyük őket, hogy mi a fasz csinálnak. Stadion, normális. Nem gondolkoztak. Mit tudom én, stadion? És mi meg... Ugye, előrébb vannak agyszint ügyileg, mert a jelenben vannak, nem gondolkoznak előre. Mi szígyük őket, hogy de hülye vagy, nem gondolkozol előre. De aminek is? Pont abban a pillanatban boldog, hát neki persze, hogy ez a fontos. Ha miért ne lenne az? Ha mindig a jelen a fontos. Az, hogy a jövőben hogy fogom érezni magam, nem tudom. Az, hogy a múltban hogy éreztem magam, ki a faszt érdekel már? Megtörtént. Nem tudok változtatni azon, hogy tegnap beszartam. Nem tudok rajta változtatni. Tudok, hogy? Anyád az időgép. Nem tudok. A jövőn se. Egyszerűen nem tudom. Hiába akarom, hogy világ béke legyen, nem lesz. Akkor mit aggódjak most? Mindig a most a lényeg. Most tök jó. Itt egy hangfal, rajta ilyen ecigi likvid doboz, és jól érzem magam, dumálok egy kamerába, ez megmarad a jövőben, mert itt lesz a YouTube-on. És meg rosszat se teszek vele, mert most mindenkinek a saját döntése, hogy mit hisz. Nekem ez jól esik, pont. Lehet, hogy 5 perc múlva már nem fog jól esni, azt letörlem a videót, de most gondolkozzak ezen. Normál. Hülye vagy? Ha no kedvét szaggatok. Oktopusz. Szóval, ja, a most hatalma. Csak ugye a mai ember agyánál ugye ez a nehéz elgondolni. Igen. Az könnyű volt elgondolni, hogy Da Vinci festett valamit. Azt lehet, nem igaz. Ez könnyű. Ez könnyű. De az, hogy az ősrobbanás most volt, az nehéz. Hogy most? Ha most. Most? Mikor mondtad? Nem. Már akkor se, hanem most. Micsoda? És akkor tudod, ezzel nem tudja felfogni az agyam, mert kicsit le van építve. Ugye? Nem hiába vannak ezek a mérések, hogy hány százalékát használod. Szóval azt se tudják elképzelni. Felépítettünk egy képletet arra, hogy forognak a bolygók. Egy nap eltelik, hogyha egy körbe megy egyszer. Egy nap. Hát ez nem egy mértékegység. Ez nem egy tény. Ez nem egy létező dolog volt, mikor az ősrobbanás megtörtént. Hanem mi találtuk ki a mi agyunkkal. Hát Hope se tudja, mi az, hogy egy nap. Vagy 3 perc. Honnan tudná? Pont ezért boldog. Én még azt nem láttam, hogy depressziós, és azt mondja, hogy adj egy kés, mert én felvágom a nyakam. Emós leszek. Ezek ilyen emberi hülyeségek, bazd meg. Akadozik. Akkor újra kezdjük.